Thank you.
Radnóti Miklós. Újra temetünk. A nyugatot. Elkésve 6 óra tájt érek a kávéházba. Sokan vannak. Érzem, hogy lesik az érkezőket. Így is, ülj le. Ne csodálkozz, ne háborodj fel, ezen már mind túl vagyunk. A nyugatot betiltották. Címet keresünk egy új folyóiratnak. Meghűl bennem a vér. Bőszít, hogy nem háborodnak fel eléggé. Bizonyára már megtörtént. Elkéstem. Megtudom a történteket. A lapengedély Babics nevére szólt, és halálával a lap megszűnnek tekintendő. A minisztérium nem engedi folytatni. Átkos emlékek tapadnak a címhez, mondták odafönn. Persze így is kaphat egy új folyóirat engedély, csak nem nyugat címen. Egy tolvonás, és a nyugat nincs többé. Nem tudok írni erről. Mikor jövök, már röpködnek a címek, szavazunk. Sokat játszottam már ezt, de hogy a nyugatnál is játszom egyszer majd, nem hittem volna. Címkeresőkedve ellankad, így és telefonhoz hívják, közben ötlet, ha nem nyugat, akkor a nyugat. Talán. Nem hiszem. Nem hiszem. Ignótusz. Irodalom csak egy van. Az, amely őszinte. A művésznek csak egy kötelessége van a közönség iránt, nem törődni a közönséggel. Akkor tiszteli meg, ha nem hajol meg előtte. Sem a közönség, sem az állam, sem senki a világon nem diktálhat az írónak. Nem szabhatja meg mit, s hogyan írjon, lásson és érezzen. Az irodalom csak apprendre ou à laisser. Vagy elfogadom olyanul, amilyen, vagy le kell mondanom róla. És a nyugat minden szavának fő törekvése az, hogy úgy írói egymás iránt, mint olvasói az írók iránt, türelemre szokjanak, hogy ne a maguk gusztusát keressék, hanem az író egyéniségére legyenek kíváncsiak. Ez a követelés. A világért sem pökhendiség. Ez maga is alázat és meghajlás. Alázatos meghajlás. A művészet megváltozhatatlan törvényei előtt. Adi Endre. A muszáj, Herkules. Döltömre tök mag Jankók lesnek. Úgy szeretnék gyáván kihunyni, és meg kell maradnom Herkulesnek. Milyen hígfejűek a törpék. Hagynának egy kicsit magamra, Krisztus úgyse magam megtörnék. De nyelvelnek, zsibongnak, űznek, s nekihajtanak önvesztükre, mindig új hitnek, dalnak, tűznek. Szeretném már magamat utálni, de Istenem, ők is utálnak. Nem szabad. Nem lehet megállni. Szeretnék fájdalom esetten bujdosni, szökni, sírni, fájni. De hogy ez a csürhe ne vessen. Szegény, muszáj, Herkules. Állom, győzöm a harcot bús haraggal. S késik az álmom, s a halálom. Sok senki, gnóm, nyavajás, talmi, jó lesz egy kis hódolás és csönd, így nem fogok sose meghalni. Móricz Zsigmond. 1900-ban, mikor Budapestre jöttem, szürkék és tehetségtelenek iskolakönyv poézisa a színen. Kisfaludi társaság, ülést tart minden hónap második szerdáján, ingyen, de üres teremben.
s kint az élet rétjén lebunkózottak véres tetemei, Revicki hullája, Vajda János erdei ágakra kifeszített bőre. A nyugat korszak, teremtő korszak. Ezer forrás nyílt meg, ezer madár szólalt meg, ezernyi ezer érzés, magyar múlt s a magyar jelen, a magyar puszta s a magyar város, a magyar falu s a magyar az egyetlen Budapest millió érzés vibrálása. Vágjátok ki a nyugatot a magyar irodalomból, s mehettek vissza, megfulladni a Szaharában. Ottlik Géza. A nyugat egy nagy lélekszámú országnak is fontos irodalmi és művészeti megmozdulása volna. Olyasfajta jelentőségű Európa történetében, mint mondjuk a francia enciklopédistáké. Nekünk magyaroknak pedig a reformkor után a legnagyobb erkölcsi és szellemi megújulásunk. Nem megújulásunk kísérlete, noha a két vesztett világháború látszólag derékba törte. Nem, semmi sem tört derékba semmit. Adi, Babics, Kosztolányi, Karinti, Osvát, Söflin, Telsánszki, Móricz, meg a többiek összefogása nem dekadenciát hirdetett, hanem éppen az egészség új forradalmát, a hevesebb művészetet, a szellemi hagyatlással, a középszerűséggel szembefordulva, nagyobb szabadságot, s ebben nagyobb szigorúságot, új erkölcsi integritást. Isten csodája, hogy végig meg tudtak állni a talpukon. Ne felejtsük el, hogy Tisza István, a nagytekintélyű miniszterelnök, akit nem jellemzett az, hogy ostoba lett volna, így nyilatkozott. Adi és nyugat levéltetők a magyar kultúra pálmafáján. A levéltetvek túlélték Tisza pálmafáját. Az ország gazdasági, politikai nagyságából jóformán nem maradt ránk más, mint az ő csorbíthatatlan nagyságuk. Bolond lenne az a magyar író, eltökélt bolond, aki a nyugat nagyhatalmi rangjánál alábbadná. Hát ha valaki úgy érzi, hogy jobban jártunk volna, ha inkább egy ipari és politikai nagyhatalom lennénk ma, hát az aggódjon fölötte. Babics Mihály tanár úrnak Fogaras gimnázium. Igen, tisztelt uram, kérem, küldje el összes műveit. Híve, Osváth Ernő. Kródi Gyula. Beszéljük el az operai szfinxszel való csatát. Adi Endre hajnali kóborlásai során már korábbról szemügyre vette ezeket a bőkeblű hölgyeket ott az operaház lépcsőinél. Más világias látományaiban kisütötte, hogy az egyik szfinx, amelyik a Dalszínház utca felé foglalja el örök állomását, éppen Léda asszonyhoz hasonlít. Ezen az éjszakán felment hozzá a 7 lépcsőfokon, mint a buddhista 7 rétű úton, hogy tiszteletét bemutassa a márvány szívűnek. Az ilyen tisztelgések alatt barátja mindig távolabb állott, mert ez az úriember akkortájt nem csak a kőszüzeket vetette meg, hanem a meleg húsból, forró szívből való hölgyeket is. Ugyanezért a jó barát a hajnal derengésében unottan kiáltott: gyere már, agyibagyi, mert még becsukják a borozót. Várj! Felelt a magasból a tüdőbajosok és a szerelmesek örök rekedtségével ő. Még csak egy szót mondok neki! Nyilván súgdolózott a szfinxszel, lakására hívogatta őt, de a szfinx nem ment el, s ő ezért nagyon megharagudott e hajnalon. Az igaz, hogy ennek a haragosságnak az előidézésében része volt annak az asztali bornak, melyet ő olyan nagyon kedvelt. Ha nem jössz, hát viszlek! Kiáltotta ő, és szilátsági szilajsággal a nő oroszlán hátára vetette magát. A távolabb álló jóbarát csak annyit látott a lefolyó eseményekből, hogy egy szegény, kalap nélküli férfites zuhan le a szfinx hátáról, és a gyönyörű férfi fő, melynél szebb és finomabb nem volt Nagy Magyarországon, nagyot koppant a mélységben az egyik lépcsőfokon. Na ennek kampec, gondolta magában a jó barát, mert az ilyen válságos pillanatokban az embernek mindig a legegyszerűbb szavak szoktak eszébe jutni. A költő
Egy másodpercig vagy kettőig holt mozdulatlansággal feküdt szerelme lábainál. Jaj, a nyomorult. Hallatszott egy fájdalmas nyögés a hajnali sötétségbe burkolózott lépcsőkről. Na, ilyen hangon nem a versekben, hanem az életben szoktak beszélni. Az odasiető jó barátnak csak egy paraszti mondás jött a nyelvére. Kancarugás, nem szégyen. Talán valamely csodálatos, láthatatlan karok, talán éppen az édesanyjáj onnan a messzi Érdmincentről vigyázták a magasságból lezuhanó költőre. A New York kávéházból a három holló kocsmába telefonon előhívott Lukács doktor rövid vizsgálódás után megállapította, hogy koponyáján a legkisebb sérülés sincs, ugyan ezért nem is adott hitelt az egész kalannak. Itt a csárdában, amelynek talán ma már a nyoma is eltűnt az Andrássy útról, itt derült ki többek között a költőről, hogy veszekedő és gyűlölködő emberi tulajdonsága is vannak. Azok a mondatok, amelyek valahatán a nagyváradi bodegában kezdődtek, itt folytatódtak. Epe, gúny, döjf, mélységes, megvetés, minden szó, amely a szurtos kis szobában elhangzik, és az írók szorongathatták a nadrág szíjukat, hogy a nadrág le ne essen róluk az ilyen reggeleken, amikor a költő szemlét tartott a magyar irodalom felett. Ez volt az igazi Adi. A gőgbe, lenézésbe, sőt, némi antiszemitizmusba burkolózott csinoskás vidékfi, pedig jól lehet már javában a Nyugat főmunkatársa volt. Külsőleg finom, Párizs járt, elegáns magyar úriember. És mégis, ezekben a korcsmás csárdás időkben ő volt a legdíszesebb karácsonyfa a magyar irodalom ligetében. Söpflin Aladár. Gondoltak-e a Nyugat megindítói arra, hogy vállalkozásuk úgy fel fogja kavarni az irodalmi világot, ahogy történt? Nem! Az sem volt szándékos, hogy a folyóirat egészen az irodalmi fiatalság közlönye lett. Az idősebb írók minden voltak helyezkedve, nem állt érdekükben olyan helyre írni, ahol csak nagyon szerény tiszteletdíjat tudtak fizetni. Világnézeti tervük szintén nem volt az alapítóknak. Fiatalságuknál fogva adva volt számukra az ellenzékiség mindazzal szemben, ami az uralmat jelentette. Ez volt az első példa Petőfiék Tízek társasága óta egy kortársi nemzedék szervezett fellépésére. Egy év alatt együtt volt az egész társaság. Csak nem mindazok, akik aztán éveken át, mind halálig, hívek maradtak a Nyugathoz, és megadták a szellemét és levegőjét. Moritz Zsigmond. 30. éves vénember, és hónapokig nem bírok írást cselekedni, amit odaadjak az ismeretlen Osváth Ernőnek. Messze jártam. Nagyon messze. Már második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egy egészen kétségbe esetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, és egy késő szeptemberi napon postára adtam Osváth Ernőnek. Tudtam, nem fogok bemenni a szerkesztőségbe, hogy a választ meg ne kaphassam. De nem. Másnap reggelre kész volt egy új írás. Ha sorsdöntő volt az elküldött kézirat, ez viszont sorsmentő volt. Az új írás kellett, hogy igazoljon az előzőért. A Szent New Yorkban várt a főpap. Ott találkoztam először Osváth Ernővel. Sötét sarokban ült. Asztalán nagy rongyos papírboríték, írásokkal tele. A körülötte levő székeken 70 újság. Angol, francia, német. Egész Európa minden ifjú tehetségét számon tartott. Inspekciót tartott éjjel-nappal, rossz fogaival harapva a szivart. Nagy pápa szeme volt, s már deresedett, kévékben kefélte fel a haja kezüstjét. Nézett, s mosolygott. Soká nézett, s nem szólt, csak megfigyelt.
Egy apa gyöngétsége, aki fogadja a megjött fiút, és valami rögtön budjant bizalom, valami egymásra találtak ős ismerettsége volt azonnal jelen. Zsebembe nyúltam, és odaadtam az újírást. Felvillant a szeme, szinte kigyúlt, s karvaj horgas ujjakkal egy morfinista szenvedélyével vette át az új dózist, s már olvasta. Az arca feszült volt. Minden idegszál, minden izom megfeszült rajta. A szeme kidagadt, a szemüveg lencséjén túl fantasztikusan kidagadt vámpírszemek. Kis barna karika, nagy fehér gömbök, mohó, falánk, meredt szemek. Mint egy nagy kielégülés után lankadtan lélegzett fel, hogy befejezte. Rám nézett, komolyan, élesen. És én, akinek az írását eznapig mindenütt visszaadták, ugyanolyan komoly, harcos vadlázzal néztem vissza rá. Benyúlt a zsebébe, és azt mondta kurtán. Kedves barátom, engedje meg, hogy az előbbi írását kicseréljem ezzel. Elében tette a régit, és zsebre vágta az újat. A régi elbeszélés egy volt a sok közül, ami eltűnt sok írásom bozótjában. Az új, az a hét krajcár volt. Füst Milán, hogy igaza volt Osváth Ernőnek? Írónak lenni nem foglalkozás, hanem életforma. Ennek alá kell rendelnie mindent. Éjjel jut eszembe valami. Felkelek és megcsinálom. Legfeljebb reggel alszom, vagy másnap, vagy holnap után. Úgy lehet, hogy két napig is dolgozom egyfolytában, nehogy elszalasszam a kedvemet. S ha netán lázam van, még akkor is, még jobb. S ha történetesen anyám zakatol is a konyhában mellettem, hogy megint nem keresek semmi pénzt, hogy folyton írok, mint a bolond. Mi hasznom van nekem ebből, kérdezi anyánk. Majd hitvesünk és gyerekünk, sőt, mi magunk is utóbb, s mi mégis ugyanezt tesszük, mint az eszelősök. És ott ülünk az asztal mellett, vagy az ágyunk szélén, mosdatlanul és borzasan. Így hagyjuk szenvedni azokat, akik legdrágábbak a szívünknek. Kint süt a nap, s mi sötétbe merülve űzzük a jelenést, s már azt sem tudjuk, éjszaka van-e vagy nappal. Ilyen az igazi író élete. Igen, bizony. Ilyen. Csát Géza. Bartók Béla azok közé tartozik, akik művészetet írnak, nem muzsikát. Magyar kedély! Első híressé vált munkájában a Kossuth szimfóniában kigúnyolta és macska muzsikává travesztálta a Gotterhaltét. Nem a Haydn melódiát, hanem a Habsburgok családi himnuszát. Aki ilyet mer csinálni, az több, mint abszolút muzsikus. Van egy zenekarra és zongorára írott szkercója. A filharmonikusok műsoráról le kellett venni. A hegedűsök arról panaszkodtak, hogy leesik a jobb karjuk, és a próbák után izomlázat kapnak. A fúvók, hogy elfogy a tüdejük, a nagybőgősök, hogy a hüvelykujjuk letörik. És Bartók nem okult belőle, nem írt könnyebben előadható muzsikát, és nem mondott le az énjéről, mert megtalálta az énjét, ezt a sajátságos magyar pszichét. Aki az ő szvittjét hallotta, el nem feledi. Új. Soha se hallott hangszínek, vad, erőszakos ritmusok, borgőzök, sikoltozó mámor, izmos férfikarok, cikornyás káromkodások repülnek a levegőbe, fokosok csillognak, s az asztal alá kiömlött borhoz vér keveredik. Hasonlít ez a fantázia birodalom az Ady Endrééhez. Mind a ketten vérbeli lírikusok, s a művészetük egyaránt fanatikus kifejezésre törekvése az énjüknek. A filharmonikusok nem vállalkoztak Bartók új második zenekari szvittjének előadására sem. Bartók Béla még egészen fiatal ember. Ez a művészet még ma nagy részben a jövőjé. De eléggé sürgős megállapítani, hogy nagy érdekességű hangjegypapírosokat várhatunk tőle.
Ady Endre, szeretném, ha szeretnének. Sem utódja, sem boldogőse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember. Fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messze fény. Lidérces messze fény. De jaj. Nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Hogy látva lássanak. Ezért minden. Önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének. S lennék valakié. Lennék valakié. A hatvani Osváth affér. Fenyő Miksa. Babits Mihálynak. Igen, tisztelt uram. Osváth és én kiléptünk a Nyugat szerkesztőségéből. Hatvaninak Osváth szerkesztéséről az volt a véleménye, hogy az addig, amíg a lapot úgy szólván magunknak csináltuk, addig helyes volt, de most, amikor az előfizetők száma nagy részt az ő agitációja folytán. 1800 már másképp kell csinálni. Ezzel szemben Osváth az ő szerkesztői függetlenségének biztosítását kívánta, amit Hatvani nem volt hajlandó nyújtani. Én ezt a legnagyobb igazságtalanságnak tartom. Engedje meg, hogy rapszodikusan elmondjam az előzményeket. Nekünk ez nem első lap kísérletünk. Osváth már 12 évvel ezelőtt megvásárolt egy lehetetlen lapot, a Magyar Géniuszt. Beleölt sok pénzt és temérdek munkát, de nem sajnálta. Ő szólaltatta ott meg először Adit, Csolnakit, Szinit, Kafkát, Elekartúrt. A Géniusz megszűnt. Néhány évvel később összefogtunk, és heten megcsináltuk a Figyelőt. Fizetés nélkül, sőt, mindenikünk havonként 60 koronát fizetett. Csináltuk egészen gyereklelkesedéssel, üzletre egy pillanatig sem gondolva. A Géniusz, a Figyelő megszűnt. De nem nyugodtunk, megcsináltuk a Nyugatot. Ignótusz, Osváth és én azzal, hogy Osváth szerkessze. Alap megindult. Tekintélyben fejlődött, de anyagilag nem tudott boldogulni, ezért mi szívesen fogadtuk Hatvaninak azt az ajánlatát, hogy legyen az övé alap. Ő majd biztosítja anyagi boldogulását. Egy pillanatig sem gondoltunk arra, hogy a Nyugatnál a kiadói szempontok az irodalmiak elé kerüljenek. Szóval úgy áll a dolog, hogy mi egy lapból, amit abszolút becsületes irodalmi törekvéssel csináltuk, hogy ebből a lapból mi kiszorultunk. Kezdhetjük előről. 35 éves korunkban. Tisztelettel, Fenyő Miksa. Söprin Aladár. Kedves barátom Adi, az utóbbi időben úgy éreztem, ugyan, mintha már nem volnál irántam a régi bizalommal, de azért megírom neked úgy, ahogy tudom, a Nyugatnál legutóbb történt dolgokat. 2 héttel ezelőtt Hatvani azzal a követeléssel lépett fel Osváthtal szemben, hogy engedjen neki diszponáló befolyást a Nyugat szerkesztésébe. Osváth szombaton este kijelentette, hogy akkor ő lemond, amit Hatvani sajnálattal, bár kézmozdulattal tudomásul vett. Ignótusz szerepe nem világos előttem, Fenyő szolidárisnak jelentette ki magát Osváthtal. Ennyiben állott az ügy szombaton éjjel. Vasárnap este Móricz Zsigánál voltam, és azonnal kijelentette, hogy ő csak addig tartja fenn a viszonyt a Nyugattal, amíg Osváth szerkeszti. Ekkor küldöncök jöttek, és hívtak engem és Zsigát egy a Palermóban tartandó értekezletre. Nagy sereg ember volt ott. Körülbelül mindenki, aki számít, és persze néhány olyan is, aki nem számít semmit. Mind azzal az elhatározással jött, hogy kauza kommunát csinál Osváthtal. Közben Ignótusz és az öccse, ettől a gyülekezettől függetlenül, felkeresték Hatvanit a Fészek klubban, és kapacitálták, hogy egy bizonyos írást, amely Osváth szerkesztői szuverenitását biztosítja, írjon alá. Hatvani nyilván szíve ellenére aláírta, és aláírását Ignótusz elhozta a Palermóba, ahol észrevetően megdöbbenve látta a nagyszámú gyülekezetet. Osváth a jogait biztosító írás tudomásul vette,
Bár én sejtem, hogy azok a keserűségek, amelyek a tárgyalások folyamán benne is hatvaniban megjümlemlettek, nincsenek elintézve. Az én álláspontom ez. Az én számomra a nyugat nem volt soha egy vállalat, hanem egy ügy. Ezt a nyugatot mégiscsak fűrészben Osváth csinálta meg. Másnak a kezében a nyugat egy más folyóirat. Mindez okoknál fogva én Osváthtal tartok, és ha választani kellene közte és a nyugat közt, őt választom. Mindezt hangsúlyozom, azért írom neked, mert a te helyzeted a nyugattal szemben, hisz ez nem titok, elüt mindenki másétól, téged egzisztenciális érdekek is kötnek. Ezért én azt tartom, neked jobb lenne, ha most nem foglalnál állást se jobbra, se balra. Véleményedet azért nagyon szeretném tudni, ha rá tudod szánni magadat, kérlek írd meg. Szeretettel üdvözöl régi, hű barátod. Söpfin Aladár. Kedves jó Aladár, soha egy pillanatig nem csappant irántad bizalmam, hálám, barátságom. A nyugat ügye fontos ügy, nagyon helyesen érzed. A szabad, kultúrás, művészi irodalom. De talán hagyjuk el már a harci, modern jelzőt. Osváth nagyszerű ember, aki hit, prédikált már előttünk. Félreállítani, mint egy akármilyen szerkesztőt nem lehet. De vannak bizalmas, komoly, de-im Osváth ellen. Én nem tudnék nála jobb szerkesztőt, de irodalmi pápának nem vállalom. Az egyik legnagyobb erénye a tehetségek felkutatása és felszabadítása hibájává vált, a túlzássá. Ne érts félre! Én nem vagyok türelmetlen arrivé, sose leszek Kis József. Jöjjenek az ifjak, jöjjenek, mindig. Örökösen jöjjenek. Én imádok minden új talentumot. Nem önmagamért beszélek. Amit írtam, meg van írva. Lehet, hogy holnap már a napi kenyeremet sem tudom megszerezni, béna leszek. De és én mégis másokért beszélek, amikor azt mondom, hogy már gazdasági okból is szüneteltetni kell ezt a mániákus zsenijártást. Természettudományos okból kifolyólag sem lehetséges, hogy jobb, igazabb magyar lírikus jöhessen 30-40 évig nálamnál. És erősebb irodalmi forrongása milyenkénél. Ez a tréfás hencegés nem is olyan ízetlen tréfa. Az idő rendet tart. Még az irodalomban is. Véleményem, tanácsom, Osváth hallgasson meg egy-két nagyon fölférő instrukciót a szerkesztésnél, és ne rugdossa a 60-i csak azért, mert 60-i milliómos. Élek egyébként egy haszontalan és nagyon üres és bús életet. Terveim nincsenek. Ölel, nagy szeretettel. Adid. Móricz Zsigmond. Kedves barátom, Elek Artúr, az Osváth ügye bizony nem valami kellemes stádiumban van. A dolog úgy áll, hogy 60-i, minek utána aféle reklámmal, amellyel a Diana krémet is világhírűvé lehetett volna tenni, 2000 előfizetőt gyűjtött a nyugatnak, most meg is akarja tartani a publikumot, kész a lapot bevezetni a csendes polgári asztalok révébe. Nem kell olyan merésznek, olyan fiatalnak lenni, több higgadtság, jó nevek, lányoknak is olvasható novellák, politikai állásfoglalás, közgazdasági nézetek. Én ezt azért mondom el, hogy maga lássa, mi van itt tulajdonképpen. Az a szomorú dolog készül, hogy az a kis belső vállalat, ami pusztán szellemi tőkével indult, átkerül üzleti alapokra. A nyugat olyan lapnak indult, amelynek nincs csak kicsi, válogatott közönsége, nem is kell, hogy nagy legyen. De a dolog úgy áll, hogy a nyugat akkora port vert fel, hogy üzletté lett. A legszomorúbb sors. Öleli barátja, Móricz Zsé. 60-i Lajos nyílt levele. Drága barátom Ady Endre, semmivel se szolgáltam rá, hogy a nyugat megalapítójának mondj. Te tudod legjobban, hogy a nyugat megalapítói Ignótusz, Osváth Ernő, főleg Osváth Ernő és Fenyő Miksa. Ők zavartak ki engem is görög és latin múltba merült kényelmes érdeklődésemből, s hajszoltak bele az izgalmas magyar jelenbe. Nekiláttam a munkának, finoman és finomtalanul. Zajjal, síppal, dobbal, felolvasásokkal, polémiákkal, s last but not least, tőkével. Megemlítem, nem szégyen, a jó árút is el kell adni.
Ám a küzdelemre nem csak hit, hanem kedv is kell. Hitem épp. Hol a kedvem? Na lássuk csak, mi történt. A Nyugat mozgalomnak szellemi vezetője Ignótusz a szerkesztés munkájában nem vett részt. A mozgalom Osváth Ernő és Fenyő Miksa B. barátaim ízlésén át szűrődött bele a Nyugatba. Kezdett az írók helyett az anyagválogató szerkesztők szép jelzőkbe szerelmes esztéta egyénisége kiütközni a Nyugaton. Osváth, ez a megható ember. Bűn volna róla egy rossz szót is mondani, ha szabadjára eresztett impotenciája nem volna az irodalomnak akkora kárára. Olyan, mint a meddő asszony, nem szül, hanem örökbe fogad. A Nyugat minden számában be akarja magának bizonyítani, hogy ő igenis él. És mivel ez közvetlenül, mint író nem tudja, megpróbálja közvetve, mint író felfedező. Derűre borúra fedez föl. Írót, költőt, kritikust. Ez az ő élethazugsága, amint Ibsen atyánk mondja. Amennyi irodalmat ő ránk zúdított, annyian nincsen Franciaországnak, nemhogy a mi árva hazánknak. Ám, Osváth hazugsága közveszedelem. Adtál, szerkesztő uram, irodalmat, nincs benne köszönet. A publikum, melynek érdeklődése a lap felé fordult. Gyorsan elfordulva közönnyel nézi a dolgok folyását, a kávéházi esztéta pedig örül. Ismét megkapja irodalmi magánszaklapját, ahol kedvére experimentálhat. Szóvá tettem a dolgot. Mi joga van a kiadónak a szerkesztő munkájába beleszólni? Volt Osváth Ernő válasza. Hiába mondtam ezt is, azt is, ennek is, annak is. Jobbról, balról csak egy választ kaptam. Önnek igaza van. Teljes mértékben igaza van. De értse meg, Osváth képes otthagyni állását. Az irodalmi függetlenség eszméért ő szívesen eléhezik. Lássa be, hogy ez gyönyörű idealizmus. Belátom, én belátom. De hogyha ez az idealizmus az ügy ellen fordul, amit képviselni kívánok, hát mégse látom be. Na, se baj. Aláírtam, amit velem aláírattak. Valami vérszerződést. Hogy egy évig nem szólok bele a Nyugat ügyeibe. Ez este történt. Reggel aztán kijelentettem Fenyő Miksa barátomnak, hogy eladom a Nyugatot. Égszakadás, földindulás, hosszas alkudozások. A Nyugatot csak fele részben adtam el, Osváth kollégámmal megegyeztünk. Ami tegnap még az irodalmi függetlenség veszélyeztetésének tűnt, másnapra már nem látszott annak. Aki leleményes, megsejti az okát. A Nyugat olvasója munkatársa maradok, csak éppen dolgozni nem fogok érte. Agitáló kedvem végleg oda veszett. Nincs kedvem, más céljaim vannak. Írtam pedig mindezt azon a jó öreg berlini íróasztalon, amelyet 2 évvel ezelőtt hátrahagytam, s ahová most számos emberi tapasztalatok után újra visszatérek zavartalanul dolgozni. Csak a magam hasznára, vagy vesztére. Sok szeretettel, Ölel, Hatvani Lajosod. Osváth Ernő válasza. Az általam nemrég megleckésztetett Hatvani Lajos Addi Endréhez intézett hosszú, kesergő, nyílt levelében legtöbbet annak indoklásával vesződik, hogy miért éppen az én magatartásom az oka annak a végzetes elhatározásának, hogy ő az irodalompolitikáról lemondjon. Ehhez nem volna szavam. Addi Endre, az összes irodalompolitikusok, az egész magyar irodalom előtt vállalom a felelősséget azért, hogy Hatvani Lajost, amikor az én dolgomba akart beleavatkozni, illetéktelenségének tudatára ébresztettem, és megfékeztem. Igenis, megfékeztem. Úgy van. Én vettem el a kedvét az irodalom politikától. Az egyetlen, amire ebben a hosszú és engem még mindenki másnál is kevésbé érdeklő panasz iratban felelni kívánok, egy ráfogás. Az a ráfogás, mintha én azóta bizonyos sejthető, de el nem mondható okokból a magam irodalmi függetlenségének értelmezésében engedtem volna az ideális szigorból. Ez nem gondolkodás hiba, ez nem fogalmazás hiba immár, ez hazugság, ez rágalom. A Nyugatot én közintézménynek tekintem, és amíg én vagyok érte felelős, semmiféle tisztátalan irodalompolitikának nem lesz benne helye. Tisztelettel, Osváth Ernő, a Nyugat felelős szerkesztője.
Hatvani Osváth válaszát oly mértékben sértőnek találta, hogy hazasietett Berlinből, és párbajra hívta ki Osváthot. A kard párbajra Budapesten a Fodorféle vívóteremben került sor, és abban Hatvani és Osváth egyaránt sebet kapott. Kedves Bandim, a nyugatügyből szeretnék kibújni. Én sose éreztettem velük kapitalista voltamat. Ők éreztették velem. Keserűen. Megjegyeztem a leckét. Sose teszek semmit másért. 30 éves vagyok. Illő magamnak, magamért dolgozni. A lelkesedésből elég volt. Már majdnem magyar lettem. Maradok németnek. Sosem mondhassák, hogy rájuk szorultam. Bizonyára sajnálatos dolog. Másrészt természetes fejlemény. Én megszűntem lenni. Lacid. Kedves jó Lacim, nem is akartam már neked ezt a levelet megírni, de így nagyon megkésve lemondva is éget. Én itt maradtam számukra komikus handabandázónak. Egyedül. Örülnöm kell, hogy vakmerőségemért megkegyelmeznek. Most hát úgy vagyok, ahogy vagyok a nyugattal. Rosszabbul még nem voltam, de vállalom. Úgyhogy nem is írok többet most neked. Visszavonultál, és kikaptál. Én itt maradtam, és kikaptam. Neked egyenlőre könnyebb. Ölel igaz szeretettel, Adid. Tóth Árpád. Meddő órán. Magam vagyok. Nagyon. Kicsordul a könnyem. Hagyom. Viaszos vászon az asztalomon, faricskálok lomhán egy dalon, vézna, szánalmas figura én. 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 S magam vagyok e föld kerekén. Gródi Gyula. Önéletrajz. 15 esztendős koromban arra voltam büszke, hogy nagybátyám a huszárságnál szolgál, és a hegyke lovastisztek Pertu barátaim. Esténként hosszú utcákon árnyékot vető tornyok és alvó ablakok alatt mendegéltem. Szerettem a vadászfegyvereket tisztogatni. Okosebekkel beszélgetni és egyedül vadászni őszi napokon hangtalan mocsarak és néma erdőcskék környékén. Az úri kisasszonyokat mélyen megvetettem, mert azt hittem, minden nőnek olyannak kell lenni, mint a betyár kávéház álmat a kasszírnőjének. Reggelig olvastam regényeket. Az apám büszke, nagyra látó ember azt hitte, hogy majd követ leszek Párizsban. Egy napon megszöktem a háztól, beálltam hírlapírónak Debrecenbe. Öreg tanárom Porubszki Pál egy hét múlva értem jött, hogy legalább az érettségi vizsgát tegyem le elébb. De már hiába vittek haza Nyíregyházára. Színésznőbe lettem szerelmes, operett énekesnőbe, és érte majd meghaltam, csak vissza-vissza Debrecenbe, ahol esténként a hírlapírók páholyában ülhettem, és másnap kritikát írtam az Ellenőrbe. Azt hiszem, fekete szeme és haja volt. Sohasem beszéltem vele. Szomorú és kistermetű volt. Tótos akcentussal énekelt, és az orra keletiesen hajlott. Talán Paulának hívták.
Azóta jóformán nem is történt velem semmi. Szép Ernő. Vers cím nélkül. Mint magányos lovast az este, elér a bánat engemet. Gyerek sírás jön fel szívemből, könnyűim csöpp csengői csengenek. Apám után szeretnék futni, ki a városba vezetett, s még a boltok közt bámészkodtam. Elengedte egyszer a kezemet. Tersánszky Józsi Jenő. Szeretettel tisztelt Ignótusz uram! Ennek a levélnek a megírására kinnülök a napon a dekkungomból, s mint a darázsraj, zummog a muszkák golyója. Egy magaslaton vagyunk, tudniillik fenyőgajakkal bélet meg födött dekkungokba, s az ajból lövöldözzük le a muszkákat. Épp a tegnap lőttünk vagy 50-et, s az árváknak egyenként, Istenük tudja, hogy mi okból, végig kellett szaladniuk vagy 20 lépés fegyvereink előtt. Teljes figurákra lőttünk, és jól láttuk, hogy bukdosnak fel. Kettőt úgy lőttünk le, amint harmadik társukat akarták sebesülve behurcolni. Gyönyörű helyen vagyunk. Fogalma se lehet önnek egy teliholdas éjjelről, amint bent gubbasztunk a dekkunkba, s golyófügyszó meg ágyú muzsika mellett a legszebb havas, fenyves, rajzos tájat szemléljük alattunk. Hát még egy éjjeli mars! Lobognak a tüzek, trénszekerek, ágyúk, bakaság, egész hangverseny, cuppogása sok bakancsnak a sárban, s mindez összeszorít vagy szűk országútra. Ez rettenetes. Én azt hittem, hogy a nyugat már megszűnt. Annál nagyobb most örömem. Csak az kisebbíti, hogy a levélben jelzett nyugatoknak színét se láttam. Hát nem is igen hiszem, hogy lássam. Ez már ugyan rendes dolog, hogy az ilyesmi elcsapódik. Lenne most már kézirat is, de nem igen merem erre a postára rábízni. Mindnyájtokat öleli! Tersánszky Józsi Jenő. Rákosi Jenő, méltóztassanak csak a nyugat augusztus 16-ai számát nagybecsű figyelmükre méltatni, ahol egy Babits Mihály nevű úr versében az olvasható, hogy kedvesének kisujjáért szívesebben áldozná fel a csobogóvért, mint 100 királyért lobogóért. Aki ezt írta, magyar állami gimnáziumban az állam jóvoltából hazafiságra oktatja a gondjaira bízott gyermekeket. Milyen lehet egy olyan ember hazafias érzülete, aki ebben a rettenetes, hekatombák alatt nyögő időben ilyen cinikus kijelentésre hajlandó? Babits, Adi és Tutti Quanti egyenként és együtt véve nem tudnak olyan verset írni, amely a magyar irodalomra nézve fölérne azzal a kárral, amit az jelentene, hogy esetleg 100 fiú és meg annyi leány fejében meg tudták zavarni az erkölcs és ízlés fogalmát irodalmi szereplésükkel. Már 8. éve marják hagyományainkat. Nyilvánvaló, hogy ami sivatag, durva kezek, vad csókok, bamba álombakók Adinak, az alatt nem a Tisza partját kell érteni, hanem egész Magyarországot. De volt-e valaha Adi Endre a Ganges partján? Nem tudom, hogy lett volna. Ezek a mi fiatal magyar uraink francia növendékek. Ott van Párizsban ilyen irodalom. Igen. Ott van hozzá Fekete Mise is. Mind többé-kevésbé őrült. Legelől jár, akit mesterüknek tartanak, Adi Endre. Mind lenézi hazáját és faját. A felháborodás viharának kellene elsöpörnie a nemzet ellen így súlyosan vétkezőket. Karinti Frigyes. A dolog tudnélik így áll. Van nekem egy könyvem otthon, a 850-es évek derekán jelent meg, a címe Díszemlény. Halványkék papírra nyomva vagy 200 vers. Elmondom az elsőnek a tartalmát. Lírai vers a hazaszeretetről szól. Édes hazám, így szól a költő. Én szeretlek téged oldhatatlanul és halálosan. Én tudom, hogy te nem szeretsz engem, édes hazám, és talán nem is hiszed el nekem, hogy én téged mennyire szeretlek. De majd elhiszed egyszer, ha haldokolva érted a csatatéren,
vértajtékos ajkam utolsó hörgő lehelete ott vész majd a porba a lábaid előtt, és én mielőtt meghalok, még egyszer azt megcsókolhatom! A második vers arról szól, hogy a költő már igazán nem tudja, mit tegyen, majd meg őrül a hazámért. Semmihez nem tud fogni, mert reggeltől estig a hazára gondol. A harmadik vers arról szól, hogy a költő nem tud aludni. Mindig a hazára gondol. Arra bársonybarna hajára. És szívesen meghal, csak előbb egyszer a hazámnak, a mögé a forró kis fehér fülcimpája mögé puszilhasson. Az ember elszörnyed, ugye? És mentőkért kiabál, aztán elneveti magát, bólint, hát persze, a díszemlény költői egytől egyik hatás alatt állottak egy igazi költőnek, az irodalom történet petőfieskedőknek nevezi őket. De ezt a díszemlény féle hazafiságot elképedve látom. Itt valaki fel akarja főzni megint a régi fazekak fenekéről, abból az alkalomból, hogy katonai akcióban állunk egy másik nemzettel szemben. Fel akarja főzni, konzervkockákat akar csinálni belőle, és felkínálja angró a hadseregnek. Arról nem is beszélek, hogy ebbe a szemérmetlen kotyvalékba, amit ezek az urak szellemi táplálékul gyártanak, 48-as honvédek feldarabolt csizmatalpát, kandírozott talpra magyart, és kuruc népdal törmeléket aprítanak bele, hogy zamatosabb legyen. Higgyük el nekik, hogy ezt nem gonoszságból, csak butaságból teszik. De az 1914-es világháború katonájának senki se mondja, hogy a haza egy tőre látszúrt szív, amit a, és egy oltár, amit a szívben emeltem, mert ő tudja, hogy a haza barna föld és kék víz, és a haza sok ház és sok legelő és sok ember, és köztük ő. Ő maga. Ő maga is egy kis darab haza. Ezer hazafias vers soha el nem magyarázta nekem, hogy mi a haza. De egyszer külföldön voltam, Berlinben, járkáltam az utcákon, járkáltam, és valami különös érzésem volt, mintha itt ezek a házak nem volnának igaziak. Játékváros az egész. Mindig póznak tűnt, hogy idegen nyelven beszélnek, és amit ettem, mintha főzőcske játék lett volna, nem igazi ételek. És játékpénzzel kellett fizetni érte. Hazatérve, az első magyar városban szűnt csak meg ez az érzése. Bizony mondom néktek, ez a haza. Én azt mondom nektek, igaz, a művészethez való erőt abból a földből kaptad, amely kidobott magából. De a nemzeti földből felszívott nedveket nem muszáj okvetlenül piros, fehér, zöld pántlik alakjából kihúzni a szájadon, mint a csepürágó. Nekem úgy tűnik az olyan művész, aki dicsekszik vele, hogy ő alkotás közben sohasem felejti el magyar mi voltát, mint az együgyű ember, aki tenyerére ülve akarja megmérni magát, súlyos-e. Haldokló katonája a világháborúnak, ott a lövészárok alján. Ne tűrd, hogy komoly és emberi sebedre cukros vizet öntsön, a kancsal fisztula hangú frázis. Ne tűrd, hogy borbécégért akasszon a fejed fölé csókolózó galambokat és képecskét, mikor te búcsúzol. Haldokló katona, te tudod, ugye, hogy a haza nem egy hisztérikus női vámpir a rémregényekből, akiért meg kell halni, hogy írója megéljen belőle, hanem hogy föld, ház, ég, víz, kerítés, kis csibe, öreg paraszt, városi utca, és hogy te vagy a haza, haldokló katona. Te magad, senki más. A te életed, amit nem honfi búból kockáztattál, hanem mert halálos veszélyben volt csak azért.
világháború katonája, édes hazám. Szegény, szegény hazám. Nagy írónőnk Kafka Margit utolsó levelét közöljük most itt, amelyet Lacika kisfiához írt. Drága Lacikám, amíg az internátust nem zárják be, addig maradjál. Mert a járvány Budapesten rémesebben dühöng, és a vasútazás biztos infekció. Nagyobb csomagot feladtam ezelőtt 10 nappal. Volt benne félfehér kenyér csemegegyanánt, szilvalekvár dió és a festékeid. Most küldöm a körzőt ajánlva. A spárgákat küld vissza mindig, egy nagyobb, erős borítékba zárva. Ez nagyon fontos. Igen sok spárga volt az ágynemű csomagon is, mikor vittük. Azt is szedd össze és küld vissza. 2 leveledet megkaptam, és az elsőt kivált nagyon élveztem, diákos, kedves hangjáért. Egész jól kezdesz fogalmazni, Pajtikám. De a helyes írásban még csehül állasz. Nagyon komolyan tanulj, drága fiam. Tudod, hogy csak rajtad múlik, hogy igyekszel figyelni az órákon. A nagy önállóság is igen szép dolog egy 12 éves férfiúnál, de nem kell okvetlen a gyors vonat nyitott folyosóján elkezdeni azt a híres önállóságot. No, de ezek nem erkölcsi vétségek, hál' Istennek, és néhány szelíd nyakleves még senkinek meg nem ártott. Mindketten tudjuk, hogy nagyon szeretjük egymást. Hogy építészmérnök akarnál lenni, az nem is rossz gondolat. Lasztelint is egy kis vasárnapi gyúráshoz küldök nem sokára. Engem most mintáz Pik Lajos szobrász. Nagyon jó lesz a szobor. Azt hiszem. A béke csak ugyan közel van. Elég szomorú béke. Ahogy mi bántunk románnal, szerbbel, úgy bánnak most velünk. Magyarország területe nem maradhat a régi épségben. Azon legyünk, hogy a megmaradt kis magyar szigeten demokrácia legyen. Népuralom. És hogy megakadályozzuk, hogy megint azok a díszemberek legyenek uralmon, akik készek volnának ezt a háborút 20 év múlva bosszú címén vagy más címen megismételtetni az emberiséggel. Ez már a ti dolgotok lesz, kiskölyök, hogy ne engedjétek. Élni kell a hazáért, nem meghalni. Szörnyű a járvány Pesten. Tegnap Karinti Frigyes bácsi felesége halt meg 1,5 napi betegség után. Minden háború megtermi a maga szörnyű járványát. Ezért is szeressed a háborút úgy, ahogy én szeretem. Ma már egyébként mindenki úgy vélekedik a háborúról, mint mi vélekedtünk kezdettől fogva. De egy kicsit késő már. Írj azonnal, édes fiacskám. 1000-szer ölel édesanyád. Az internátust feloszlatták, Lacikának haza kellett jönnie Budapestre. December 1-én spanyol járványban meghalt Kafka Margit. Másnap követte a halálba Lacika. Adi Endre. Az utolsó hajók. Szabad, hű tenger volt a lelkem. Nem érdemeltem, hogy most legyen fáradt, hullámtalan, holt, mert igazam volt. Igazam volt. Szabad volt minden lobogónak, és a mentőcsónak tengeremen mindig meglelte partját. Gaz fátumok másként akarják. De 2 hajó, szeli még küzdve, lesve és űzve egymást tépett lobogókkal. A fáradt félelem és a hegyke utálat. De mit utáljak? Mitől féljek? És miért éljek? Elsüllyesztem még ezt a 2 hajómat. Lelkem adom a titkolónak. A titkoló, a sors,
az Isten. Ez a sok nincsen. Ne bántsanak. Meghalt ez a hű tenger, és ásít sós, hideg, únott szemmel. Ignótusz. Ma reggel a fájdalmas öröm zokogásával ejtettem le a telefonkagylót, mikor megtudtam, hogy Ady Endrének csak néhány héttel kellett túlélnie önmagát. Élete már hónapok óta nem volt élet. A lángelmék minisztere az Isten kegyetlenül jó volt hozzá. Eloltotta a tűzhányó hegyet, mikor már csak füstje maradt volna. Nékem adatott, s egy párunknak, hogy határtalan magyarnak némiképp irodalmi keresztapja lehessünk. Nevünk meg fog maradni az övé körül, mint a lelkészé a keresztlevelekben. Első versét nem tudom, nem emlékszem rá, nem figyeltem. De az utolsót én váltottam, szedtem, kényszerítettem ki belőle. Tudtam, hogy vége. Szorongattam a kezét, és éreztem, hogy már a keze is dadog. Óriás volt. Szent állat, kiben a természet éli ki magát. Joga van felélni a mások életét, mert minden élet gazdagszik az övéből. Hogy ezen felül új nyelvet és új verselést hozott, azt megszoktuk. Csak éppen nem volt gyerekség Vörös Marti és Arany János után. Mindazonáltal ez már leltározás, és nyitott koporsónál gyámoltalanság, mindenről majd temetés után. Most csak gyertyát, békésre simult, drága szumír fejéhez, a szép halottéhoz. Akik a magyar ügyért reszketünk, az Ady Endre halálán látjuk, mennyire halhatatlan egy nemzet, amelynek mondani valója van. Halhatatlan, Ady. Halhatatlan művészet. Halhatatlan magyarság. Krúdi Gyula. És most beszéljük el az utolsó találkozást. A költő levelében jelentette, hogy egyedül nem merészel elindulni éjszaka hazúrról, magával hozza Csinszkát is. Az úri hölgy jelenléte miatt kellő úrias millióról kellett gondoskodni. Akkor a Royal szállóban laktam, úgyhogy könnyen elintézhettem, hogy olyan extra szobában terítsenek, ahová egyenesen az utcáról lehet bejutni. Ady váratott magára. Már körülbelül 10-re járt az idő, amikor az egyik karja alatt egy doboz cigarettával, a másik karján Csinszkával megjelent. Csinszka mosolygott, mint mindig, míg a költő így üdvözölt. Igazán csak azért jöttem el, mert süket és bolond embereket nem szabad becsapni, akárcsak a gyermekeket, alig bírtam felkelni. Nem nyúlt az eledelekhez. Inkább a boros flaskót vette kezelés alá. És a jó barát nem tudta eltitkolni szomorúságát, amiért aztán Ady a második pohár után megint a régi korcsmás nyerítő hangot hallatta. Süket ember, bolond ember! És ez a régi kacajos vad hang, mintha jeladást lett volna, hogy az extra szobában a függöny szétlebbenjen és megjelenjenek kísértetélyesen a múlt idők, a három hollókocsma alakjai. Elsőnek jött vérző mellével Zuboly, közönségesen dr. Bányai Elemér. A költő nyomban kijelentette, hogy ő valójában nem tudja elhinni, hogy Zuboly igazán meghalt volna. A csatatéren minden egyenruha egyforma.
Jött Reinic, és túlkiabált minden hangot a kis szobában. Éljen a legnagyobb marha! Friss sírhantya alól, kezét dörzsölgetve érkezett meg a vörös grajna. Más néven Greiner Jenő. Vörös ember, vörös kutya, vörös ló, egy se jó, rikkantotta fel Adi, mintha valami megszálló borongást akarna elkergetni magáról. Jött Hatvani úr. Jött a kifestett arcú orfeumi cigányprímás. Jöttek a hírlapírók, betámolygott a rekett hangú Bakti Gyula is az éjjeli rikkancs. És újra meg újra nyílt az ajtó, és jöttek a barátok és tisztelők, jöttek a spic táncosnők, és masztik szagot hoztak magukkal. Jöttek az öreg artisták, hogy belesírják a kriglibbe azokat a régi időket, amikor még biztosan tudták a trapézugrást meg a késnyelést. Aztán még sokat beszélgettünk Léda asszonyról is, aki ugyan testileg nem halt meg, mégis halotti koszorúvá válott a költő életében. Itt Csinszka csendesen jelt adott a költőnek a távozáshoz. És a költő a tomboló jókedvből egyszerre lezuhant a legnagyobb szomorúságba, mint akár azon a régi éjszakán a Sphinx hátáról. Talán én is meghalok nem sokára. Mondta olyan hangon, hogy megborzongtunk az asztalnál. Kopogtattak az ajtón, de még nem a halál volt, hanem a pincér, aki az üres edényekért jött. És a költő két karjával magához vont, és a fülembe súgta. Gyulám, ez az asszony nem ad nekem bort. Intézd már te el, hogy egy 2 literest hazavihessek a téli kabátom zsebében. Elintéztem. És ezzel vége volt az utolsó vacsorának. Bartók Béla. Egy idő óta kiváló szeretettel szokták a sajtóban személyemet Kodály Zoltán ellenében kijátszani. Úgy szeretnék feltüntetni a dolgot, mintha köztünk levő barátságot használná ki Kodály az érvényesülésre. Ez a legotrombább hazugság. Kodály, mint zeneszerző, napjaink legkiválóbbjai közé tartozik. Íme, ez az én véleményem Kodály zenéjéről. Az enyém, akit Kodály támadói szeretnek újabban a legnagyobb magyar zeneszerzőként apostrofálni, hiszen lehetséges, hogy én nem értek ezekhez a dolgokhoz, csak ők. Én minden esetre szívesen viselem részükről történő esetleges lefokozásomat. Szerencsére a Kodály kérdés nem itthon, hanem külföldön fog eldőlni, és akkor majd megismétlődik az a sajátságos jelenség, hogy az imént még teli szájjal szitkokat okádó urak lelkes rajongókká fognak vedleni. Hallom megjegyzésüket, belőlem az elfogult barát beszél. Itt a sorrendet vétették el. Nem azért becsülöm Kodályt, mert a barátom, hanem azért lett egyetlen barátom már, mert a legjobb magyar zenész. Bámulatosan biztos és gyors ítélő képességének köszönhetem akárhány művemnek végleges, az eredetinél tökéletesebb kialakulását. Ezt az embert, akinek a magyar kultúra annyit köszönhet, ezt támadják úton útfélen, hol hivatalos körök, hol kritikusok. Mindenképpen meg akarják akadályozni, hogy nyugodtan dolgozhasson kultúránk javára, és teszik ezt, miközben a magyarság kulturális fölényének fontosságát harsogják. Ők a tehetségtelenek, a tétlenek, a senkik. Ezt akartam elmondani. Szomori Dezsőnek Szaffó üdvözlése című minap a Nyugatban megjelent tanulmányára szerkesztőségünk a következő levelet vette. Szomori Dezsőnek, igen tisztelt uram, én is 4 évig Májváltól tanultam a piaristáknál.
Ön nem emlékezik tisztán Maywald alakjára, mert Maywald kitűnő tanár volt. Pontos, kötelességtudó és rendre szoktatott bennünket. Sokat, szépet és hasznosat tanultam tőle, azért szívem parancsolja, hogy karmáját megvédjem önnek azon két állítása ellen, hogy Maywald antiszemita volt és ütötte a fiúkat. A kegyes rendieknél ez a két hiba sohasem fordult elő. Persze elhiszem, hogy Maywald, a görög nyelv pedáns tanára zsörtölődött a Szomori fiúval, mert hiszen Szomori Dezső a zseniális és sebesen dolgozó író, Szaffó nevét még most is egy P-vel írja. Kitűnő tisztelettel hű olvasója, dr. Hültl Hümér. A Szomori fiú... Meg tudom érteni azt a kéjelgő gyűlölséget, amit 14 esztendős tüneményes virulásom, egy hófehér arc titánvörös fürtökkel leöntve ki tud váltani egy olyan ember lelkéből, akit rejtélyes benső fagyok és romantikák a klastromi pályára utaltak. Micsoda múltja van ennek a pályának? Micsoda öldöklései egyetlen egy szóért, olykor egy dogmáért, egy hitért, mely a más hite volt. Egészen biztos, hogy az ifjú Hültl, én nem merem mondani a Hültl fiú, aki Maywald előtt ült a padsorban, és akiből dr. Hültl Hümér lett, nem érezte rendkívüli tanár fajgyűlölő gyengéit, ahhoz mindenek előtt zsidó gyereknek kell lenni, hogy papi tanárok rosszul bánjanak az emberrel. Biztos, hogy megértéssel és szeretettel nem fordult feléjük a szerzetesi lélek melege. S csak úgy öntözgette őket fanyar iróniákkal és csípős gúnyolódásokkal, mint ahogy olykor a vándorember üdíti föl a rétvirágait egy nem odavaló csőből. Nagy elfulásaimat, gyermeki hisztériáimat, remegéseimet és keserveimet talán nem is az a modor okozta, melyel Maywald bánt velem. Mint inkább a meg nem értés fájdalma, valami felüvöltés riadalma, ha megismerne engemet. Efajta hangulatokban kínlódhatott az a többi is nyilván, aki egy hitben vérzett velem a kérlelhetetlen papi csuha előtt, a hatvani fiú, a Bálint fiú, mert nem voltunk sokkal többen. És micsoda rendi alkotmány, szabályzat és államjog engedte meg a kegyes rendieknek, hogy bizonyítványainkon Hébernek mondjon bennünket. Tudtom, mert nincs magyar törvény, mely a zsidókat, izraelitákat ezzel az elegáns disztinkcióval tüntesse ki. De mit tudhatott erről a fiatal Hültl? Mit érezhetett ebből? Ő nem volt Héber, Héber! Mintha mindjárt azt mondták volna némi célzással egy késpengére. Túrós metélt. Hát nem. Na de mindez nem is fontos. Nem is tértem volna vissza ezzel a dús hangszereléssel a letűnt sziluettekhez, ha véletlenül nem éppen Hültl Hümér írja el sorokat, mert itt aztán el vagyok ragadtatva. Nem lehetek olyan sebesen dolgozó író, ahogyan kissé tájékozatlanul nevezni méltóztatott engemet, aki köztudomás szerint heteken át ellihegek egy szó után, aki úgy hangolok föl két szónyi csengést egy mondatban olykor, mint egy hangoló egy egész zongorát. Nem lehetek olyan zebra gyors, hogy föl ne fedezzem rövid levelében azt a kölyök pofát, mely rám ezt a fiatal szemének villanását, mint egy bélpoklosra. Na de másodszor is mindez nem fontos, hisz kik antiszemiták? Antiszemita mindenki, akiben csak egy csöpp jó érzés van. Antiszemita vagyok például én, mint minden művész, akinek ez nagyon hasznos, mert betölti és fölgazdagítja a lélektartalmát. Antiszemita Benvenuto Cellini, Da Vinci, az egész eredeti gótikas, az egész reneszánsz, antiszemita Molière és 14. Lajos, antiszemita Hans Memling és Walter Balzac és Wagner Richard, antiszemita az egész állatvilág. A sertéseket kivéve, amint Walter megfigyelte azt. Ez mind antiszemita, és ez mind rendben van, ez mind helyes, kedves, észszerű és nagyszerű. De nem lehet antiszemita senki a világon gyerekekkel szemben. Mindent szabad, és mindent lehet. Csak ezt nem. És végre van valami, ami fontos. Kosztolányi Dezső Néró regényének német kiadása elé. Lieber Herr Kosztolányi. Kedves Kosztolányi.
Bewegt scheide ich von ihrem Manuskript. Izgatottan válok meg kéziratától. Mit dem sie die Hoffnungen übertreffen, die sie seit den Novellen der magischen Laterne an ihr starkes Talent knüpfen. Melyel fölülmúlta azokat a reményeket, amelyek a mágische Laterne novellái óta az ön tehetségéhez kötöttek. Ihr Wachstum kann kaum etwas Überraschendes haben für den, der sich an ihren Anfängen erfreute, und doch möchte ich ihren Nero überraschend nennen. Fejlődése alig ha lehet meglepő annak, aki már korai műveinek is örvendezett, én azért mégis meglepőnek szeretném nevezni az ön Néróját. Ön szabad és szilaj, valahogy nem sejtett könyvet adott. A művészetről való büszke és kaján tudását beleömlesztett a véresen fájó dilettantizmus regényébe, ezáltal elmélyített az élet minden mélységét és mélabúját, minden borzalmát és nevetségességét. Ironia és lelkiismeret, ez a kettő egy. Und sie bilden das Element der Dichtung. És a költészet alapját alkotja. A költészet alapja. Ja, das ist gut. Igen, ez jó. Ist vortrefflich, ist Meisterschaft. Ez kitűnő, ez mesteri. Lieber Herr Kostolányi. Kedves Kostolányi. Sie werden dem ungarischen Namen, dem von Petőfi und Arany bis auf Adi Moritz und so viele Verkünde erstanden sind zu neuer Ehre gereichen. Ön a magyar névnek, melynek Petőfitől és Aranytól kezdve Adig és Moritzig annyi hirdetője akadt, új hírnevet hoz majd. Und ihr eigener Jugendname wird deutlicher hervortreten unter denen, die heute das geistig-kulturelle Leben Europas bezeichnen. És ifjúi nevét azok sorába léptetik, kik ma Európa szellemi és műveltségi életét meghatározzák. Ihr sehr ergebener Thomas Mann. Igaz híve Thomas Mann. És még az is fontos, hogy dr. Hültl Hümér a görög nyelvben való ingadozásaimnak tulajdonítja néhai Maywald zsörtölődéseit velem, hát nem. Bevallom, kínosan hat rám, hogy dr. Hültl Hümér komolyan veszi a Maywald görög tudását. Egy Hültl Hümér? Az igazság az, hogy már ötödik gimnazista koromban egész végtelenségeket tudtam, melyekhez Maywald föl sem emelhette a szemét. Minden szerelmek, minden muzsikáját, melyeket ő a maga szerzetesi nyomorából meg se hallhatott. Gazdag szülők gyermeke, az apám teletömte pénzzel a zsebemet, hogy bizonyos idősebb és biztos nőkhöz, akik mellesleg a nagynénéim is voltak, kellőképpen gavallér lehessek dús kegyeikkel szemben. De mivel ezen úri nők, megértvén ez apai iróniákat, hanyagul elhárították a jutalmakat, és különben is csak a ma röpke pillanatokig érdekeltek, ameddig ifjú lirizmusom rafinériák nélkül érte el velük a mennyeket, nagy pénzbeli fölöslegeimmel, mint egy részeg dőltem be könyvesboltokba. És megvettem, ami csak föl volt raktározva itten, latin és görög. A latinokról most nem beszélek, de mind, ami volt. Orpheus, Tamiris, Antis és Pamphus, mind fölkutattam, s fölszívtam magamba. És éjeleken át vakító szótárszövegek fölött betűztem ki a titánok arcát, és követtem az argonautákat, Hesiodust és Homért. Mit mondjak még, hogy dr. Hültl tanár némi bepillantást nyerjen görög felkészültségembe? Hol van készen is felszerelve, egyszer végre egész zenekarom. Mondjam, hogy átjöttem a tráciai Boszporuszon, talán 400 évvel Krisztus előtt, egész Bizáncig, egymagam, s loholtam tovább innen a Hellesponti szoroson át a leszboszi Flóra, Pínea és Ciprus erdeig, ahol Pittakuszt, Álceus, Szafót üdvözöltem, s a többi összes hölgyeket, s bejárván velük Mitilénát, Pirrát, Erezuszt és Antiszát végre Tébába értem. Csekéség! Aténben rohantam mind a három városon át, Istenem, fiatal voltam. A citadellát egy szikla tetejében, a várost egy szikla körül, s a kikötőket mind tanulmányoztam. S besurrantam az akadémiába, megcsodáltam a kerteket és tornatereket itten, s itt pillantottam meg egy kis csarnok mélyén jó öreg Plátó elnököt, aki éppen a verseit égett el, mert Homért elolvasta volt, mit mondjak még? És én voltam az uram, akivel Maywald a görögben zsörtölődhetett. És én voltam az uram, akit Maywald úgy állított oda, vagy 50 társa mellé, aki mind külön volt, mint én, csak éppen engem, mint egy tök filkót. Én voltam az, akit ki nem állhatott, akit gyűlölt, akit kicsapott, uram. Én, akit hazaküldött, s kiparancsolt a padból a szégyen mártíromságában egy gyereket! Babics Mihály.
Mi világnézetek kavargása között iramodtunk neki az irodalomnak. Vörös fények és fekete árnyékok estek a magyar ugarra. Csak ugyan egy kis lenéztük az előttünk járó generációt, mely kedélyes vagy cinikus mosolyjal pipaszónál anekdotázott, vagy bor mellett nótázott. Nem a politika választott el előzőinktől, hanem éppen az, hogy túl voltunk az ő politikájukon. Az ő problémáik nekünk nem voltak problémák. A magyar politika kicsinyes játék volt csak. Mi kérdését tettük magát a magyarságot, magát a politikát. És ha csak szép verseket akartunk, mint Adi, az is több volt, mint egyszerűen csak szép vers. Az is tüntetés volt és tiltakozás az egész akkori magyar glóbusz ellen, mely nem ismert verset a cigány nótáján túl. Ebben voltunk mi valahogy mind baloldaliak, azaz ellenzék, noha egymás közt a legkülönbözőbb hitvallásokat járva meg. Egyben egyek voltunk. Lázadók és forradalmárok. Még akkor is, sőt, akkor leginkább, mikor leghívebben fogóztunk a régi magyar hagyományok gyökereibe. Mert a magyar kultúra mindig lázadó volt, és mindig nyitott. És rögtön mocsárba fúlt, vagy gyengeségbe, mihelyt nem tudtunk túlnézni magunkon, s jelenünkön. A magyar író baloldalinak érezheti magát akkor is, ha nézetei a jobb oldal kánona szerint valók. Baloldalivá avatja őt a sablonok megvetése, a rutin kerülése. Az élettel való szembenézés, a szellem szabad kalandszomja, vagyis éppen az, ami íróvá avatja, és megkülönbözteti a rossz irodalom csőcselékétől. Az első nyugatos nem Adi, és nem is Ignotus, még csak nem is Kazinci vagy Széchenyi, hanem maga Szent István volt. És mikor a múlt ellen harcoltunk mi, a múlt velünk harcolt. Söprin Aladár. Felhasználtak a lap ellen minden polémikus eszközt. Kiárt a nyugatnak minden nap egy-egy döfés.
Jelentéktelen írók publicitást kaptak előkelő helyeken, ha sikerült valamely közleményébe belekötni. A vita átterjedt magántársaságokba is, ahol a Nyugat költőire írt paródiákon kacagtak, abban a hiszemben, hogy ezek a valódi versek. A magyar középosztály túlnyomó része a maga gondolkozási restségében készségesen elhitte, hogy a Nyugat erkölcstelenség, hazafiatlanság, dekadencia, mindenféle bomlasztó törekvések melegágya. Hát miért is vette volna magának azt a fáradtságot, hogy elolvasson akár egy Nyugat számot? És még az is fontos, hogy még most is egy pívvel írom a Szaffó nevét, de mennyire. És a nász éjszakámon, ha lesz időm rá, a halálos ágyamon is, ha nem leszek nagyon beteg, egy pívvel fogom írni. Főleg, ha Dodi Alfonsz regényéről beszélek. Amint, hogy erről beszéltem cikkemben, melyre dr. Hültl Hümér levelét megírta volt. Már most. Kérdezem dr. Hültl Hümértől, lehet nekem? Szabad nekem más címet adni egy világhírű munkának, mint amilyet maga a szerző adott? Hát írhatom-e én másképp az ő hősnőjét, mint ő? Kijavított ortográfiával, mint egy hamisító? Hiszen levágatnám a 10 ujjamat, és nem Hültl doktorral, de egy fejszével lecsapnám mind a 10 ujjamat inkább. Már most honnan veszi Hültl doktor azzal a nyugodt biztonsággal, mint a sebészkést, ezt a két pít? Ha szabad kérdeznem. Hol látta ő valaha egy görög szövegben két pivel írva a Szaffó nevét? Hiszen még azon a szoborművön is, melyet dicső Szilánion faragocs állított föl Szicíliában Eleszboszi hölgy emlékének, Szaffónak van nevezve. Sigma, alfa, pi, fi, omega. Hol van itt két pi? Szilánion kortársa volt a költőnőnek, akkor talán még csak tudták leírni a nevét. Hol van itt két pi? Ezt még Maywald se taníthatta. Drága jó Hültl tanár, talán a latin szövegek tévesztik meg. Talán Ovidiusnál vagy Vergiliusnál látta ezt a Szaffót. Vagy talán, hogy ne olyan messze keressünk, a Byron Chatterton Pilgrim is 39. strófájában látta. Dark Sappho could not verse immortal save. De hát mindezt láttam én is. Tanultam én is, és mindez mégsem jelenti azt, hogy a Szaffót két pivel kellene írni, de mennyire nem. A latin egészen közel a görög nyelv hangzásbeli titkaihoz, a betűk és hangok árnyalatbeli rezgéseihez, fuvolázásokhoz és hehezetekhez. A görög fiit a maga miszteriózus lélegzetvételével csak ugyan PH-nak hozta át az írásban, mely viszont a latin nyelv csengésével volt összhangzatos. Így, megtartván a görögből ezt az egyetlen egy pít, ami a Szaffóban van és volt, csak látszatra csatolt egy másodikat hozzá ebben a PH-ban, mely sohasem volt más, mint egy lágyabb F csengés, amely a görög úgynevezett hehezetet akarta visszaadni, tehát még a latin Szaffóban is csak egy P van, ha ismerjük a betűket. Már most a franciák még közelebb a latinhoz, mint a latinok a görökhöz hajdan, ezt az egy pít is elvetették az írásban, mint hangzásban fölösleges, csak a fit tartották meg. Úgyhogy a Szaffóban nem csak, hogy nincs két pi, ahogy azt Hültl tanár szeretné, nem csak, hogy nincs egy pi, hanem egyáltalában nincsen pi. Micsoda művészek és fölényesek a franciák, most megint megtanultam ezt. Micsoda ösztönös művészek még egy görög név plasztikájában is. Már most, hol van az a magyar nyelv, melynek hármas latin betűk kellenek, hogy egy becsületes F-et kimondhasson? Ha a filozófiát írunk például philosophia helyett, miért vagyunk ilyen nehézkesek éppen ezzel a görög hölgyel szemben? Miért vagyunk ilyen művészietlenek? Kinek tetszik ez a két P-en év vonalformájában, amint kettős rúgjával lenyúls, meg dagasztja a szó közepét. Nehézkessé, németessé, grillpárceressé teszi. Lesúlyosítja távoli lengések, görög fátyolszerűségek, leszboszi könnyedségéből, vigasztalan nyelvészkedésekbe. Ó, szívem, szívem, ez örökre csak Szaffó marad. Söflin Aladár. A magyar középosztály túlnyomó része a maga gondolkozási restségében készségesen elhitte, hogy a nyugat erkölcstelenség, hazafiatlanság, dekadencia, mindenféle bomlasztó törekvések melegágya. Hát miért is vette volna magának azt a fáradtságot, hogy elolvasson akár egy nyugat számot? Hivatalnok vagy tanárember gyanússá vált a maga társaságában, ha nyugatot olvasott. A középiskolai diákokat fegyelmi alá vonták, ha az önképzőkörben Adit mertek szavalni.
a nyugatba írni. Sőt, a nyugatot olvasni is. Színvallás volt. Ottlik Géza. Kritikus sok van szerte a világon. Schöfflinnek volt az újabb egyében, vagy a retináján, vagy a dobhártyája mögött egy rejtélyes kis mérőműszere. Egy ultra Geiger kamrája, amilyen senkinek se volt. Ha ő bólintott, hogy jó a könyv, a darab, az életmű, akkor jöhetnek a csillogó esszéisták, hogy miért is jó, hogyan jó, mire jó. Szép bajuszos fejével, peckes tartásával, inkább lehetett volna egy Nobel-díjas litván természettudós, vagy egy magyar alispár. Olyan száraz volt, mint egy árvaszéki ülnök. Az egyenessége átlátszó. Megnéztem, mit mond a lexikon a gyémántról. A szénnek roppant nyomás alatt magas hőfokon kikristályosodott változata, a teljesen tiszta, szintelen és átlátszó, a legkeményebb ásvány, a mószféle skála 10. foka. Az irodalom, úgy képzelem, ott kezdődik, ahol több önmagánál. Arkangyalok összeesküvése a világ feje felett. Amilyen a nyugat volt. Ezek az óriások rendületlenül tüzönvizen át kitartottak egymás mellett, fölébe emelkedve nem csak mindennek és mindenkinek, hanem az egymás közötti, fel nem fogható mértékű ellentéteiknek is. Schöfflin, aki a gravitáció, a csillagokat összefogó abroncs volt közöttük, tudta ezt a csodát. És szinte láthatatlanul és meg nem foghatóan, mint a gravitáció, maga is Isten csodája volt. Ezt mind kidobná, amit itt most írtam, már rég morog rám. Fenét ne áradozzak, főleg ne szórokoljak. De hát Ali bácsi, drága angyalom, most tényleg ünnepi köszöntőt kell írnom rólatok. És ki mondta, hogy ezt olyan rosszul csináld? Ki mondta? 1971-et írunk, Ali bácsi. Én itt csupa Mars lakónak beszélek. Isten nyilát! Dörmögi a bajusza alatt. Juhász Gyula. Venit summa dies. Eljön mindenkinek a pillanat, mikor egészen egyedül marad. Mellette senki, semmi más, és nem segít se átok, sem sírás. Az élet távol, a halál közel, bűnt, balgaságot semmi sem födel. Mikor az ember az írás szerint megméretik és megítéltetik. Eltűnnek a boldog káprázatok, minden, mi az életnek színt adott. Kialszik a remények csillaga, s a lélek van a pusztában, maga. Quintus Kennedy Géza. Egész magyar voltomat a legnagyobb mélységekig megrázza ezen a héten egy irodalmi esemény. Jobb volna hallgatnom róla és lenyelni oda, ahol már sok sötét gondolat és el nem sírt könny van eltemetve. De vannak dolgok, amelyekről hallgatni már maga is alávalóság. Azt mindenki tudja, hogy a magyar irodalom, sőt az egész szellemi élet kettőbe repett. Innen maradtak a nemzeti hagyományokhoz hű írók, túl nem pedig a nyugat emberei, akik fölrúgtak minden eddig elért nemzeti tradíciót. Harci kakasuk Feigelsberg Hugo, Ignotus, keresztény cégtáblájuká pedig annak idején a Párizsból hazatért szerencsétlen Ady Endrét tették meg, akinek szép magyar szárnyalással indult költészete az ő kezükben csakhamar nemzet megvetésé alacsonyodott le. Tudom, rajongói még most is vannak, de ez mindegy. A nemzeti panteont az ő neve nem ékesíti. A jelenleg Bécsben üdülő báró 60-i Lajos regementje ma is folytatja azt a borzalmas szellemi mérgezést, mely később egy csomó hülye keresztény támogatása mellett gróf Károlyi Mihály uralkodására, majd pedig Kun Béla véres és szennyes zsarnokságára vezetett.
Holnap, vasárnap, Ben Blumenthal Víg Színházában Báró 60-i Lajos Destruktív Pesti House Regimentje, a Nyugat újjászervezett tábora, egy Osváth Ernő nevű destruktív író 50 vagy 100 éves, mindegy, jubileumát síppal, dobbal, nádihegedűvel ünnepli a sereg élén Babits Mihály. Ez a destruktív irány mindig megtalálta az aranyos keresztény cégtáblát is. Egyébként pedig a Magyar Királyi Operának gratulálok, hogy Bazilides Máriát, a Nemzeti Színháznak pedig, hogy Ódry Árpádot odaküldte Osváth Ernőnek művészetükkel is hódolni, és ezt a nemzetietlen társaságot bearanyozni a nemzeti hitel hazug zománcával. Húzom a vészharangot, és kitekintek a toronyablakon. Halotti csönd mindenfelé. Halotti csönd. Szép Ernő. Osváth, miért tart nevet ez az alig jelen való férfi alak? Úgy látszik, minden jelenségnek muszáj valahogy megnevezve lenni, akár a szín árnyalatnak. Nevek, szavak ugye mindig impressionálnak. Osváth. Ez a név rajtam sötétes, nyugtalan, szigorú hatást tesz. A szó úgy fest, mint alkonyatkor a cellában egy árnyék. De ő Ernő is. A magam homlokán is ez a keresztnév van kiszegelve. Evvel Osváth idébb lép, melegebb lesz, érzem, több közöm van hozzá. Merengek. Pápa szeme van. Beszélt vele már valaki, kire mosoly nélkül nézett volna át? Azt gondolom, nem is kell neki pápa szem, csak azért hordja, hogy ijesszen, mint a gyermek, ha nagymamát játszik. Az a babonám, hogy ő a vágynak éppen úgy felette áll, mint mondjuk a haragnak. Az ő szerelme, minden megnyugvása, egészsége, örökké valósága a százszor szép gondolat. Ő az irodalom. Csodálom, hogy szivarozik. Kell neki valami segítség? Úgy szól az emberhez, uram, uram, azt mondja, mintha a 840-es évek Nemzeti Színházában állnánk a parterren felvonás között. Öltözete szín fekete, nyakkendője fekete, felcsúszik, kesztyűje, mióta az eszemet tudom, fekete, szövött kesztyű. Cipője, mint a régi tiszteké, az a sima, fekete cipő. Nem lehet tisztábbnak lenni, sem különbnek. Táskát visz, az is fekete táska, persze. Ez az egyetlen táska Európában, akit én tisztelek. A többi táskát, akit látok életemben, mindet gyanúsnak találom. Mi van a városon az urak táskájában? Mi van azokban a táskákban? Hé! Bűn és utálat. Nekem mondhatok akármit. Tapogassák meg, hogy éle most igazán, hogy akut. Eleven embere. Igen. Igen. Én tisztességesebb koromban, ahol tehettem, kezet csókoltam neki. Langy férfi kéz. Vér megy rajta. Kék csövekben. Tisztelettel, szép Ernő. Karinti Frigyes. Kedves! Atyám, bátyám, Quintus! No, hát olvasom az újság szombatos számában, mert hogy azt mondjam, atyám bátyám megírta az esetekben, hogy ezek a másfajtájú férek fene írók, ezek. Na, nem tudnak ám írni, na. Na meg atyám bátyám azt is meg azt mondja jól, hogy szóval, hogy hon van a csomó? Hát ott, hogy ezek nem nőlnek ki a hazaföldjéből, vagy elszakadoztak belőle.
Aztán csak művészet lesz abból, amit ezek összekotyválnak. Ez a fene, az embernek csak olvassa, olvassa, ott tetszik neki. Meg gyönyörűséges az, meg szép is az, meg igaz is az, meg jó is az, meg... Na meg aztán tényleg olyan magyarul van már írva néha, hogy már... Na, most már ne tovább, na! Nem magyarok ezekben is. Tudja fene. Nem magyarok ezek. Na persze, hogy persze, hogy persze, hogy persze. Na meg atyám, bátyám, azt is ugye megmondja, hogy ezek a csupa mesterkedés, meg művészet, amit csinálnak ezek a hajbizony, ezek a nyugatoszok. Mert ezek nem az emberi, normális emberi beszéddel beszélnek, hanem mindenféle idegeneket utánoznak. Franciákat utánoznak. Honnosznak. Pedig hát nyilvánosságos, hogy bolondok azok a franciák. Mert például az asztalt is táblinak mondják. Pedig az minden normális ember, akinek helyén van az esze, az asztalnak mondja. Ne? Hát persze, hogy persze, hogy persze, hogy persze. De úgy, kedves atyám, bátyám, igaz magyar íróval nem esetik meg az a szégyen, hogy idegen is megértse. Hogy európai sikere legyen. Meg mi egyéb? Mert az az kellene, hogy le lehessen fordítani a munkáját. De a fene vegette az olyan magyar írást, amelyikben nem a tős gyökérre fontos. Amit aztán igazán nem lehet lefordítani. Hanem valami olyan érteménye is legyen, aminek franciául is van érteménye. Különben maradok, atyám, bátyám, kedves tisztelője, Karinthy Frigyes! Ha persze, hogy persze, persze, hogy persze! Ottlik Géza. A nyugati íróival az Így írtok tiből ismerkedtem meg, méghozzá eredeti műveik helyett azt kell mondanom, műveik elvont lényegével 12-13 éves koromban. Karinthy nekem megnyitotta a világot. Azt tartom, hogy könyve művészet filozófiai reveláció. Karinthy elém tárta, felmutatta, a napnál világosabbá tette, hogy az irodalom az emberi léttel együtt nevetségességében is nagyszabású vállalkozás. Egy 13 éves fiút, aki mondjuk a fekete zongorán csak jót röhögött volna, a paródiája úgy megbabonázta, hogy a gyermekkori áhítatból életre halára szóló szerelem támadt. 15 éves koromban összefutottam vele a Fórum mozi délelőtti üres előcsarnokában. Megismertem rögtön a fényképeiről, és hirtelen merészen köszöntem neki. De nem fogadta. Igaz, hogy nem hallotta, mert hangtalan köszönés volt. 8-10 évvel később, felnőtt fiúként, barátságot kötöttem vele. A barátságunk abból állt, hogy én imádtam szőröstül, bőröstül, ő pedig békésen megtűrt maga mellett, például a Centrál kávéházban sokszor. Egyszer kiderült, hogy a nevemet is tudta. Egyik délután kettesben üldögéltünk szerencsésen, bejött hozzá egy esőkabátos férfi, és arra kérte, hogy jöjjön át a Ferenciek udvarára, már a tűzoltók is megérkeztek, és mindjárt elkezdődik. Jó, jó, mondta Karinthy, megyek, és írta tovább írnivalóját. Mi kezdődik el, kérdezte. Há, semmi, a kísérlete, feltalált egy tűzoltó szerkezetet. 5 perc múlva, 10 perc múlva újra megkérdezte. Hát nem megyünk át? Hová? Hát a Ferenciek udvarára, ott várnak a tűzoltók. Hát dehogy, nincsenek tűzoltók, nincs semmi. Nem értettem. De hát azt mondtad, lehet, hogy feltalált valamit, mit tudom én. Kosztolányi hagyta rám, sült bolond. Persze, saját bolondjai is voltak. Úgy tisztelte az emberi méltóságot, hogy kicsit még az őrültek rögeszméjét is elhitte, elfogadta.
de a világ rejtett szövés mintájáról is többet tudott. Például azt is, hogy ezentúl már neki is, nekem is, talán annak is, aki ezt hallja, egy kicsit örökre ott lesznek a tűzoltók a Ferenciek udvarán. Osváth Ernő a Nyugatnak alapítása óta szerkesztője és az Új Magyar Irodalom igazi vezére október 28-án meghalt. Búcsúlevelében azt kívánta, hogy temetésén csend legyen, sírja jeltelen maradjon, és a Nyugat ebből az alkalomból csak annyira foglalkozzék vele, amennyire az elengedhetetlen. Ezt a parancsot a Nyugat egy néma számával teljesítettük. Mi volt ő nekünk? 2,5 évtizeden át napról napra dolgozott és küzdött velünk és érettünk. Számon tartotta az ország minden fölcsillanó tehetségét, mint bányász az aranyérceket. Szeme oly jelenségeket látott meg nyelvünk határaink kívül is, akiket még saját nemzetük sem méltányolt eléggé, és megérte, hogy az idő neki adott igazat. Sem személyi, sem világnézeti tekintetek nem akadályozták abban, hogy minden távolságokon át meg ne lássa, ami érték vagy igazság. Személytelensége szinte fenséges volt. Szelleme sohasem fogja elhagyni a Nyugatlapjait. Éles szemüvege tovább is rávillog kéziratainkra. Ítélete parancs marad. A hallgató vezért követi a sereg. Kosztolányi Dezső. Osváth Ernő a halottaságyon. Csak sárga volt, ezüst volt és piros volt. Három együtt, sárga és ezüst, és piros. Amikor a kórházi ágyon mezítelen sovány testét övig, a szolga föltakarta lassan. Arca nagy sárgasága. Szép ezüst feje, gazdag díszében, régi kincseinknek ezüst bányája. És a szív piros. Még csöppeket sírt a tapasz alatt is. Egy falikarra nézett a szeme üvegesen, mint Triple Rónai képén a furcsa fölfelé tekintés igaz pózában. Ezt figyeltem én kíváncsi a nyakam előre nyújtva, mint a tanítvány, hogy ő szerette szemrebbenés nélkül is komolyan, hogy majd lerajzoljam magamnak egyszer, és másoknak is hitet tegyek felőle. De oly sokáig néztem azt a villanyt, oly mozdulatlan, hogy mozogni kezdtem, belé fáradtam, és csöndesen kimentem az őszi éjbe. Ott, az ég alatt, vad vágy fogott el, hogy megint legyen. És úgy akartam ezt, de úgy akartam, amint akarta anyja hajdanában, ki kínban, vérben a világra szülte. És mint az anyjának fájt egykoron, hogy szétnyíló öléből földre jött, úgy fájt, hogy a lelkemből kiszakadva eltávozott. És nincs. És sohasem lesz. Móricz Zsigmond. Kint voltam a napokban lányfaluban, ahol egy kis kertem van búvóhelynek. Panaszkodik a kerti emberem, hogy rengeteg zöldsége van, terményfelesleg, amit szeretne eladni, de nem veszik meg, nincs ára. Megnézem, csak ugyan kosárszámra van ott a sárgarépa petrezselyem. Mondom neki, az a baj, hogy nem elég szép, nem elég sok és nem elég ritkaság. Azt felelte rá, hogy próbáljam meg magam, hogy ezen a földön, ilyen időjárás mellett, ezekből a magvakból, amit kap, lehet-e különbet produkálni. Ezt akarjuk most Babics Mihállyal ketten megpróbálni ebben a másik kertben, amelyben már több mint 2 évtizede termünk, a Nyugatban. Én azért vállalkoztam rá, mert bennem az utolsó években valami csodálatos, új magyar optimizmus sarjadt fel. Elmentem az elszakított területekre.
Szememnek, fülemnek nem akartam hinni, mikor azt láttam, hogy a magyar fajta az én véreim idegen uralmak alatt elnyomva, megalázva életerővel tudnak dolgozni. Termelni tudnak, teremteni tudnak, élni tudnak a babiloni fogságban. Meg voltam rendülve. És mikor hazajöttem, körüljártam ezt a kis országot, és itt megint egy új csodával találkoztam. Voltam a népkörökben, ahol magasabb nívójú viták folynak, mint a legmagasabb politikai testületek színe előtt. Ültem a tanákon, ahol a rádió mellett űzik a téli estéket, és láttam, hogy valami csodálatos új kultúra építi a magyar glóbuszt. Mindezek után lehetetlennek tartottam, hogy szeretett Osváth Ernőnk halála után el ne fogadjam a sorsintését. Babics Mihállyal mi ezt jól megbeszéltük, és teljes lélekkel elhatároztuk magunkat, hogy ezt az immár harmadik évtizedét élő magyar folyóiratot Gellért Oszkárral hármasban visszük tovább. Reméljük, hogy Isten segítségével nem lesz méltatlan a munkánk a magyar faj sorsszabta rendeltetéséhez. Szabó Lőrinc. Egy nap végül fent ültem a nyugat előszobájában. Az iszonyat alig enyhült, noha percekre már jártam itt egy hetes. Babics Mihály azt mondta, jöjjek ma a válaszért. Nehéz hét volt, és rettentő a tét. Az egész jövő, az önbecsülés, a remény, hogy leszek valaki. És kiküzdöm kis helyem a nap alatt. És még nehezebb a hosszú pillanat, a döntés. Vártam. Mint öreg szemét könyvek porlódtak, papír. Szanaszét lócán állványon a folyóirat kötegei, a falak mentén, mindenütt. Bent léptek. Ez ő? Ajtó nyílt. Tessék a következő, mondta egy hang. Mint a végzet felé, indultam be a szerkesztő elé. Agyam forrt. Alig láttam Babicsot, alig hallottam, helyet mutatott. Kérem? Jók a versei, egy hang. Mit mondtam? Jók, közölheti bármely lap, s ön sem val szégyent vele. Bármely, hogy nyílt a remény szárnya? De. Bármely más, mondta ő, s elhallgatott. Vagyis a nyugat? Hát a nyugatot még nem gondolnám. Szédítő öröm zuhant ájulni. Ha jól sejtem, ön most töri bentről a héját. Tehát érni kell. Várni. A költő felállt, én már nem éltem, s az ajtóban. A formát érzi, de ez még iskola, bár a legjobb. A hang idegesen objektív volt. Harasó, öregem, harasó. S végül megint az övé. Akkor hát szerdán, nálam, öt felé. Szerdán, nála. Revicki utca 7. Sziget nem volt oly magas soha még, mint az a könyvtár, a műhely, az aglegényé. Tegnap Inosa, az se Babicsnak, ma meg gyermeke. Szellemvilágba repültem vele, s mikor bort nyitott és pertut ivott, úgy éreztem, a tündöklő napot tűzi mellemre. Az élményt meg a formát tárgyaltuk, Goethét, francia görög lírát látta, értem, latint, már szinte munkatársa, és megint Villont, Európát. Az angolokat meg kell ismerned. És sírva fakadt Georgén. Mert szép. Oly sok, oly nagy, oly fény, oly láng volt, hogy búcsúzva, amikor... S te, mi akarsz lenni? Kérdezte. Csak kápráztam. Szent vágy. Még több, mint te vagy. Gelléri Andor Endre. Milyen szépen hegedül nálatok az egyik ajtó.
mondta József Attila, amikor szobácskámban leült. És csak ugyan volt egy ajtunk, és hegedült, lengetve a széltől. Az én József Attilám szobám kékre festett falát nézte, és e falra rámázolt saját kezű csillagjaimat, soldvilágjaimat. Hát ez melyik csillag itt? Kérdezte Attila ráncosan, és már ráncolta is ráncképződésre különösen alkalmas homlokát. Egyik a sok közül, feleltem, de dübbe gurult. A nevét akarom hallani, és nem általánosságokat. És aktatáskájából elővett egy folyóiratot. Külső fedele piros volt. Csodálom, hogy a betűk nem voltak pirossal nyomva. Ez fontosabb, mint minden más művem. Figyelj! És olvasni kezdett egy közgazdasági cikket, tele egyenlővel és egyenlőtlen tételekkel. Már hajnalodott, amikor még mindig magyarázta nekem azt, amit a cikke nem tudott eléggé megmagyarázni. Én pedig a szemeimet kimeresztve, bólogatva átadtam magam a tőke, a bér és a profit kérdéseinek. De a lelkem a csillagjaimra kacsingatott a szobám falán, és a fülem titokban a hegedülő ajtónk hangját figyelte. És ekkor bennem képek siettek elő rejtekükből. Már láttam bizonyos részeglegényeket, akik csillagoknak képzelik magukat. És már indulnak is, hogy agyonöntsenek egy lányt a húsvéti kútnál, aki holtan fekszik a kút káváján, míg kibontott nedves hajából, mint csillagok a szeptemberi éjszakán, hullnak a vízcseppek. És most foglald össze a hallottakat, mondta Attila ráncosan. Én némán riadtam rá. Összefoglalásra és értelmes mondatra képtelenül. Megmondja-e neki, hogy húsvét lesz az új novellám címe. És elmondja-e neki a halott lány hajából hulló csillagok gyönyörű képét. Az emberi élet oly rövid, mondtam, hogy pusztán ezen az alapon is, biológiai alapon is mindenben igaza van a szocializmusnak. Felállt. Ez így nem mehet tovább. A szív kevés arra, hogy író maradhass. A fantázia is kevés. Már látlak az egyik szegen, amire felakasztod magad, s csak a túlvilágon tudod meg, hogy miért. Nos, azért, mert ezen a földön nem voltál tiszta, és dialektikában is jártas marxista. Te és a többiek, ti azt hiszitek, hogy a művészet betegség, idegbaj, téboly, ellenkezőleg. És az arca kipirult. Ha van valami, ami egészség, hát a művészet az. Senki se egészségesebb az igazi marxi művésznél. Egyetlen világ se lehet tudás, tervszerűség, közgazdaság nélkül. Tanulj! Mondta még a vaskapuban is. És még ma is látom felemelt mutató ujját, mint egy roppant bunkót agyam, s mi voltom felett. Hogyan tanuljak én? Gondoltam belső sírással. Akkor mindent tudtam, kivéve ezt az egyet, tanulni. Kuckomba visszatérve már előttem álltak csillaggá változott parasztok. Szinte fehér fényben fürdött az egész szoba. Balra pedig, ahol a villanyóra állt, falusi lányok álltak, élükön a megölésre kiszemelt szűzzel. Míg fölöttük a hegyen, mint kürt búgott az áprilisi szél. Hova illeszem én ide be a profitot? Majd legközelebb, gondoltam. Ez pedig, amit most megírok, hadd legyen a burzsóáké. De Attilát e dialektikus hajnal után óvatosan elkerültem. És másnap filozófusokat hoztam a szobámba. Az összes filozófusokat, és csillagászokat, és fizikusokat. És írtam Attilának csak ennyit. Már tanulok. A szobám falára rajzolt csillagokat pedig névvel láttam el. A mindenféle leckével dacoló kedélyem sok minden megértett és felszívott. Kivéve őt, a legfontosabbat, Marxot. És maradtam, aki voltam. Minden tudományos alapot nélkülöző író. József Attila. Lassan tűnődve. Az ember végül homokos, szomorú vizes síkra ér. Szétnéz merengve, és okos fejével biccent.
Nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ezüstös fejsze suhanás játszik a nyárfa levelén. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, s nézik, nézik a csillagok. Fenyő Miksa. Amit a harmadik birodalom urai eddig műveltek, ahogy a weimari alkotmány helyébe a nemzeti szocialista párt diktatúráját ültették, ahogy a gondolatnak és gondolkodásnak szabadságát megszüntették, ahogy külpolitikájuk tengelyéül nyugat felé Franciaország lebírását, kelet felé Németország terjeszkedését tették, ahogy a zsidóságot brutalizálták. Mindehez háttérnek magyarázatul, kényszerítő indokul a fajelmélet tanításait vonultatják fel. Ami zagyvaságot erről a nemzeti szocialista irodalom összehord, arról nehéz volna logikus gondolatmenetben beszámolni. Programjuk így hangzik. Az antiszemitizmus bizonyos módon érzelemszerű alátámasztása a mi mozgalmunknak. Amivel aztán nehéz is vitába szállni. Európának a hitlerizmus megemészthetetlen probléma, melyet nem tud megkerülni. A harmadik birodalom lehet, hogy szándéka ellenére új háború felé szorítja Európát. Ottlik Géza. Nem kívántam soha ilyen vagy olyan tömörüléshez, élgárdához csatlakozni. A nyugat volt és maradt az egyetlen kivétel. 21 éves voltam, amikor elküldtem a nyugatnak, igaz, hogy rossz címre véletlenül, egy hosszú elbeszélést. Soha nem válaszoltak. Éretlen, szörnyű írásmű volt. A második próbálkozásomat évekkel később elfogadták. Babics azt üzente, tetszett. Ezzel befogadtak a nyugat munkatársának. Nagyobb dicsőség soha nem ért. Babics meghívott az asztalukhoz. A légcsővel már szét volt roncsolva. Gégéjét sálkendőt akarta. A munkatársi összejövetelre, akkor éppen a Dunakorzó kávéházban tartották, zavaros érzésekkel mentem el. Nagyságától egy normális, éppeszű halandónak elszorult a torka. Elakadt a hangja. Talán arra gondoltam, jó volna megérinteni a ruháját, a kezét. Csak hát valahogy tartózkodóbb modort szoktam meg. Kosztolányi Dezső. Hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka, 3-kor, abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban, csak forgolódtam dühösen az ágyon. Nem jött az álom. Hívtam pedig, így és úgy. Balgaszókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám, izgatt a szívem, 40 cigarettám, meg más egyéb is. A fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba leföl, inkben. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy, álombeli mézek. És amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam.
Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kancsit van és szétködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva, baktat, nyomba, felcsörömpös, az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem tudja senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég. Valami tiszta, fényes, nagyszerűség. Reszketve és szilárdú, mint a hűség. Az égbolt. Egészen úgy, mint hajdanában rég volt. Mint az anyám paplanja, az a kék folt. Mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt. És a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a rangyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi, kimondhatatlan messze, s oda át ők. Akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, hogy mi történt vélem akkor, de úgy rém lett, egy szárny suhant felettem, és felém hajolt az, amit eltemettem rég. A gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, és a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás riadt, csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikét kiabálnak. Egy csipkefátyol látszotta, mint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága, szép nő, és rajta egy ékkő, behintve fényel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, ki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, s az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolyjal ebben, aztán, amíg vadparipái futnak, a farsangosan lángoló tejútnak arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk felsziporkáz. Szájtátva álltam. És a boldogságtól felfel kiabáltam, az égbe bálva. Minden este bálva. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket, miféle ringyók rabságába estél, mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél és annyi rest éj, és csak most tűnik szemedbe ez az estély? 50. Jaj, 50 éve. Szívem visszadöbben. Halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes, égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen mint morzsolom szét.
Szóval, bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd, csak tudom, hogy nincsen mibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az Azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek, se most, se holtan. Bizony. Ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, ahol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Asher Oszkár. Közel 3 hete, hogy Kosztolányi meghalt. De reggelenként, amikor hazúról a városba visz a villamos, az Új Szent János kórháznál még mindig a beidegzett mozdulattal készülök leszállni. Utolsó 3 hónapjában nem tudott már beszélni. Éppen aznap, mikor a betegsége katasztrofális fordulathoz érkezett és a gégemetszés megtörtént, látogattam ki a kórházba, és kívánságára az éjszakát is mellette töltöttem. Fuldoklási rohamai közt, melyek a gyors műtétet szükségessé tették, eszméletét vesztette, és mire újból magához tért, nem tudott többé beszélni. És így, az első percek szörnyűségében is le tudta írni. Merluft. És megcsillant szemében az öngúny és a sikerült mondás feletti öröm. Ezen az első néma éjszakán egymást váltották az ilyen sorok. Nagyon szenvedek, meséld el. Jaj, de szép éjszaka ez, hiszek az életben. Félek, most aztán félek, hiszek a szeretetben. Csöngest föl az alorvost, letéptem a kötést, öleld D. És közben injekciók, mesterséges táplálás, a kanül tisztogatása, testi gyötrődések egészen reggel 5 óráig. Akkor elalszik. Egy délután oltást kért. Soha. Egyetlen egyszer sem használta az injekció szót. És a felesége megkérdezte, nem lenne-e elég egy kevert por. Bólintott, és felírta. Levert volt, kapott egy kevert port. Később a felesége azt mondta, kicserélem a gészt a kanül alatt. Erre ezt írta föl. Gészcsókom. És másnap. Nem bírom. Vége. Nincs tovább. Hozz mérget. És tiltakozásomra. Miért nem szabad? Marhaság. Aztán jött a 2 utolsó műtét. Kétségbe esett kísérletek, hogy a szeptikus elhalt részeket kiírtsák, mint hiába. November 1-e vasárnap. Délben 1 óra körül gurítják ki szobájából a műszeres kocsit. Utána csüggetten jön Hauber főorvos és asszisztensei. Éjfélkor Karinti Frigyessel együtt megyünk ki. A szobában fél homály. Alszik. Nehéz, kapkodó lélegzettel. Kedden reggel meghal. Nem tudok más mondani, mint az ő szavait, amelyeket szegény Karinti Elza temetésén hallottam tőle. Végignézett a temető parcellák rengeteg keresztjén, és megcsóválta a fejét. Az egész rendszer elhibázott. Szép Ernő. Krúdinknak. Gyulám, szerelmem. Azt hallom, valami 25 esztendős centenáriumot készítenek ellened. Mi a fészkes gyulátlanságot akarnak tőled? Drágaságom, én rólam tudd meg azonnal, én nem vagyok benne. De hát kicsodák azok a külső urak, azok a pogány naívak, akik abban a hiszemben vannak, hogy mulattathatnak téged valamely fix órára tett tiszteletteljes szájalással. Az az egy asztalnyi kedves embered, akiknek megengeded, hogy egy kicsit ismerjenek tégedet. Tudván tudja az mind, hogy halkságodon, restségeden, bágyadalmadon, bosszantóbb csúfot nem lehetne tenni,
mint tégedet őszi merengésedből eféle dicső fő tárgyalásra megidézni. Talán Magyarország kormányzója készül a várat kivilágítani a te ünnepi estédre? S elébed menni a Bourbon királyok szép szokása szerint, mikor te, sétáló jegenye, besétálsz a fogadó szálába, fejedet elhajtván a csillárok csüngő kristályai elől, megható, szépséges fejed, aki vállait felett örökösen félrehajlik, mint a kereszt az ország koronáján. Vagy miniszterelnökünk igyekszik egy napra a palota gobleenes termeibe invitálni téged, magyarok mintáját, hogy hallják ritka hangodat, mintha még az illúziós nagy Budapesten volnánk, a kellemes Európában. Látod, csúfolódom. Sejtem azt a fertály mosolyt elmosódni gyönyörű szád szélén, azt a krúdi féle mosolyt, akit úgy ismerek, akivel egy hordóízű pohár bornak felelsz, meg a tapintatlan sorsnak, meg a barbár társadalomnak. Kérnék minden dátumos egyleti fejet, felejtkezzenek el csak bátran rólad. Ne erőszakoljanak ünnepi vacsorát néked, ahol az analfabéta tolvajok köpnék a te szép, tejutas homlokodra tósztjaikat. Ne! Összetett szívvel könyörgök a gyöngételeneknek. Ne bántsanak tégedet. Te! Nagy, magos árva. A nyakadba akasztom ennek a borzasztó kis országnak a gyászfátyolát. Tisztelem a Sztambulod füstjét, mikor elmúlik a vállad meget, mikor sétálsz látatlanul a szigeten. Nyesett bajszú, csendes szádra a szerelem csókjai hullanak. Hófúvott hajadra reászállanak a csillagok estére. Megállasz, a földre nézel, meghallottad a pikulás cinkét a fáról, őtet hallgatod. Én nem is zavarlak. Füst Milán. Néhány fájdalmas szó Karinti Frigyesről. Elbeszélése szerint édesanyját Pest városában az utcán megharapta egy ló, s ebbe belehalt. S a gyerekek aztán jó sokan valami kopár hajlékokban úgy nőttek fel, mint a kis oroszlánok, vadul és sörényesen. S ha nem is tépték meg a nyárspolgár, de majdnem. Egyiküket, másikukat néha ott lehetett látni a Tököli úti futball kávéház ablakában, ott olcsó volt a kávé és óriási a kalács. De szóba állni velük nem volt tanácsos, mert haragosak voltak mindig. Egy szóval egy kis Raskolnyikov volt ez a Karinti még akkor, nem a gyilkos gondolom, mert az nem volt, de fellengős, nélkülöző és gőgös. Gőgösen nélkülöző. De jöttek a kielégülések. Egy tisztelőjétől kapott egy bundát. Telefont vezettetett be a lakásába, ami még nagy ritkaság volt. Akkor kérdeztem, mi az ördögnek, hogy az is legyen, felelte. Nem szabad mindenből annyit enni, mondtam én. Igaz, felelte. De persze hiába. És jött a dicsőség kanmacska formájában, a népszerűség és a népi siker. És Karinti kicsit émelyged, de csak egy kicsit, mert különben imádta. Okos ember volt, zseniális ember, a legelmésebb, akit elképzelni lehet.
Az ember leült a közelébe, és azt mondta magának, no, most jó, mert most mindent el fogok felejteni, ami bánt. Ó, ez nagyon jó volt nekünk, boldogtalanoknak. Úgy osztotta magát, mint a vérontás. Egyszer így szóltam hozzá. Nem rejtélyes csoda a hiúság? Nem ez tartja fenn a világot? Mit gondolsz? És ő persze megértette a célzást, és porcelános, tiszta szemei gúnyos megértéssel néztek vissza rám. De azért védekezett is, mert nem szerette, ha ösmerik. Nem is volt hát igazi barátja soha. Illetve, hisz egy valakit azért szeretett ő, valószínűleg Kosztolányi. És aztán hát elkövetkeztek az évtizedek során az elteltség gyötrelmes évei. És akkor már látszott rajta némi keserűség. Akkor írt ezt a nagyon szép versét. Kit lelkem méhében elrejtve hordok, a gyermek mostanában nyugtalan. A gyermek, kit csak én tudok magam, haragszik. Én járok, és csinálom a mi dolgom, és mondom jó estét, és jó napot, és merre megy, és ön mennyit kapott belőle, de kit lelkem méhében rejtve hordok. A gyermek ébren van, nem alszik el. És fölriad, és rugdal, és szökel, nem érti. Felül, körülnéz a sötét szobában, arcomba hajlik, nagy szemet mereszt, aztán legörbül szája, hát mi ez? A művészi érték legérzékenyebb mérlege maradt, mind az utolsó idejéig. És igazán nem volt irigy, sohasem volt irigy, ami ritka tulajdonság. És ha meg kellett védeni, ami szép, csak látták volna, milyen volt, milyen kedves és lelkes, megint itt volt a régi diák. Mert mit számított olyankor, hogy ő a híres író, ha egy versről volt szó? Mert, mondom, véghetetlenül kedves volt, és minden bűnével együtt is ártatlan. Nem is sirattam én még embert annyira, mint őt, ezt a hűtlen Frigyest, hogy már egészen meg vagyok törve a fájdalomtól. Ki tett ki benned ennyit? Kérdezem most magamtól elhagyottan. Mert jó volt tudni, hogy van. A halál nagymester. Most látom csak, mennyire szerettem. Ilyés Gyula. Neuf rue Budé. Mint egy igazi költő, e padlás szobában éltem 3 évig. Föl alá járkáltam, hajamat turkáltam, s asztalomnak esve egy végtelen verset írtam. Főleg este. Egy nagy hős költeményt, amely egyre hosszabb, egyre kegyetlenebb lett. És egyre rosszabb. Úgy vívtam vele, mint Szent György a sárkánnyal. Éjről éjre egyre izzóbb harci lázzal dobtam magamat rá ott a tetők felett, ég és föld között, míg a kis Nyúlánk sziget, Szent Lajos szigete bárkaként recsegett alattunk a szélben, szinte útnak eredt tajtékos habokon, ahogy a jövendőt képzelik és írják a fiatal költők.
akiért a harc folyt, a szelíd pórleány hetente változott. Az idők folyamán csendes megadással cserélgette haját, arcszínét, az arcát, lábait, sóhaját, nőtt, majd összement. Mort hőseim mögötte méltó ámulattal bámulhattak össze, ha közöttük büszkén, emelt fővel tova sietett. Mert lelke, a lelke, az soha nem változott semmit. Hasonkép hűsége. Egy Kutnyánszki Liza nevű lengyel nőbe voltam szerelmes. Majd Germaine Joyeuse-be, majd Odette Lacoste-ba, Levinson Louisa-ba, Manon de Chambard-ba, Marie Trépinard-ba és a legszebbe, a szép kalapvarró leányba, Orosz Annába. És annak a húgába és emlékezetből leveszi pannába, legtöbbjükbe sajna, egészen hiába. Babics Mihály. Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak. Vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétova, céltalan, partalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, ha adna a gazda patakom sodrának medret, biztos útakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, rest szolgálja, hajdan bujkálva később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra, megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, és meg ne halljak. Szabó Lőrinc. Babit. Mit láttam benned? Hőst, szentet, királyt. Mit láttál bennem? Rendetlen szabályt. Mit láttam benned? Magam végzetét. Mit láttál bennem? Egy út kezdetét. Mit bennem te? Gyászt, magány, titkokat. Mit bennem te? Dacot és szitkokat. S aztán mit én? Jövőm rémálmait. S te? Egy torzomborz állat vágyait. Én, Istent, akit meg kell váltani. S te, hogy jönnek a pokol zászlai. S később, hogy az ellenség én vagyok. S én, azt, akit soha el nem hagyok. Te, 10 év múlva, tán mégis fiad. S én, 20 év múlva, láss már, égi vak. S te, 20 év múlva, nincs mit tenni kár, s én 20 év múlva, nincs mit tenni fáj, s a legvégén te így rendeltetett, s én ma, s mindig nincs senkim kívüled. Gellért Oszkár. A nyugat, az első világháború
utolsó két esztendeiben jelent meg a legnagyobb példányszámban. 4000-ben. A háború után ez 800-ra apadt. 1925-ben felemelkedett 2000-re. A gazdasági válság első évében, 29-ben újra csak 800-ban jelent meg. Móricz Zsigmond áldozatos munkájának köszönhetően 1930-ra az előfizetők száma 1200-ra nőtt. Aztán 1932-ben ismét visszaesett 800-ra. A fővárosban 320-an fizettek előre. Az Új Időknek, Herceg Ferenc családi hetilapjának ekkor 25 000 előfizetője volt. Radnóti Miklós. Újra temetünk. A Nyugatot. Elkésve 6 óra tájt érek a kávéházba. Sokan vannak. Érzem, hogy lesik az érkezőket. Így is. Ülj le. Ne csodálkozz, ne háborodj fel, ezen már mind túl vagyunk. A Nyugatot betiltották. Címet keresünk egy új folyóiratnak. A minisztérium nem engedi folytatni a lapot, de így is kaphat egy új folyóirat engedélyt, persze nem Nyugat címen. Szavazunk. Sokat játszottam már ezt, de hogy a Nyugatnál is játszom egyszer majd, nem hittem volna. Másnap 11-re kellett a minisztériumba mennem ismét a címmel. A beszélgetés megint úgy folyt, mint tegnap. Ők kezdtek címeket ajánlani. Tárogató, furujaszó. Bejött még egy minisztériumi ember, az a csizma az asztalon ajánlotta. Utoljára akaratuk ellenére az elkészített kérvénybe a magyar csillagot írtam be. 1-2 hét alatt döntenek. A Nyugat szeptemberi száma tehát már nem jelenhet meg, pedig épp azzal készültem már el. Ámulva nézem, hogy akik annak idején meg se nyikkantak Babics védelmében, hogy ünneplik, vállalják most. És persze, hogy hozakodik elő mindenki a kis kérkedni való emlékeivel. Vörös Sándor. Hála áldozat! Szememnek Adi nyitott új mezőt, Babics tanított ízére a dalnak, s Kosztolányi, hogy meg ne hajoljak ezt-azt kívánó kordivat előtt. Kölyök időn menny kárpittyán lobognak, mint csillagok, vezérlő tűzjelek. Hol egy gyönyör már? Jaj, csak a gyerek érzi minden pompáját a daloknak. De mit tőlük tanultam, őrzöm egyre. Három kanyargó lángnyelv sisteregne, ha fejemet izzó vasrácsra vetnék. Oltáromon vadmacska, páva, bárány. Három költő előtt borul le hálám. Bár a homokban lábnyomuk lehetnék. Ottlik Géza. 1945. januárjában, amikor még a pesti oldalon folytak a harcok, mi a pasaréten, csikorgóhóban, tündöklő napsütésben, megkezdtük a békét, és jártunk az orosz parancsnokságra lapengedélyt kérni. Tárgyaltunk perzsas szőnyeges szobában és ablaktalan folyosón, és mindjárt megegyeztünk abban, hogy a Nyugat 38. évfolyamát indítjuk meg, beleszámítva az álnéven futott folyamokat. Engedély, papír, a szép ilonai kocsi színben rotációs hengerek hevertek, s nyomda, egy vízivárosi éppen maradt kis műhely ígérkezett. Rám bízták, hogy gyűjtsek az első számhoz anyagot. Hamarosan összegyűlt egy dosszéra való kézirat, rajz, cikk. Ilyesen és Németh Lászlón kívül ott volt még Szabó Lőrinc, Fodor József, Rónai György, Vas István, Berény Róbert, Vilt Tibor, Márfi Ödön, Somjó György, meg Vörös, Szentkuti, Jékeli, ha jól emlékszem. Sokáig őriztem az irattartót, cédulákat, verseket, engedélyeket, aztán 5-6 évvel később, egy csüggett pillanatomban darabokra szaggattam, és eldobtam az egészet. Most már bánom,
De akkor, ahogy a kezembe akadt, olyasféle indulat fogott el, mint Arany János parasztját a jégverésben. Az a rémálom tört rám egy rossz órában, hogy soha nem fogjuk újraindítani a lapot. Füst Milán. Emlékezetül. Nincs ereje a lábatoknak többé, hogy a József körúton sétáljon. Rég meghaltatok. És veletek halt el a nevetés, barátaim, s a szív ezernyi íze, bája. Hogy bugyborékolt tőletek az utca. Mindig is úgy képzelem, hogy lejjebb hajoltak a háztetők, s a vén csókák is. 50 évesek. Felültek fészkükön az éjben, s nevettek rajtatok. A lábatok nyomát kerestem múltkor botladozva. Sírván mutattam némely utcakőre. Lám, Árpád talán itt érdepelt, bágyat, búskölök, szerelmet valván versekben, egy tréfakedvelő lotyónak, s amotthány cigánykereket, Frigyes a hős, s a Langy Dezső, emitt panaszra ment egy éji nénihez, hogy nem hagyom aludni őt, és éppen én, ki legbúsabb valék. Alhatsz már, Dezső. A kő még itt maradt, de ti már elrepültetek. A lábatok nyomából pára lett, s a könnyetekből őszi felhő. Kóbor vénység, mord öregség. Nem lett benne részetek. De mint a forgószél, úgy zúgtatok el innen septiben. Áldott fiúk! Hol tén feregtek? Huncutok! Mely alagútba bújtatok előlem hűtlenül? Bújósdit játsztok-e? S fél szemmel néztek éppen engem. Kampós botjával kiáll meg utca sarkokon merengve, s oly hosszan néz utánatok. Ki az, ki sír, és sír utánatok, megmondhatom, elaggott emberű, a szíve fáradt már, s boros pohárt is már csak reszkető nem el. De emlékezni tud. Vegyétek ezt. Egy hajnalon itt ácsorogtunk épp. Kivert kutyák meddővitában, s feljött a nap, kongott a láthatár, majd megrepett. És jobbról is, meg bal felől. A hiába valóság dalát zengték a kórusok.